Sziasztok! Nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Nyilvánvalóan nem figyeltem, tehát hogy nyilvánvalóan nekiálltam úgy ennek a streamnek ismét, hogy nem voltam itt fejben, úgyhogy egyszer csak oldalra néztem, és így oh wow, lejárt a számláló! Úgyhogy sajnálom, éppen még nagyon izgi e-mailezgetésekben voltam, úgyhogy aki most itt van, annak mondom, hogy holnap reggel nézzétek meg az Instámat, mert szupi dolog lesz, és még pont most küldtem el az utolsó e-mailt ezzel kapcsolatban, illetve még beszélgettünk Viktorral és Hunterrel, és pont mondtam nekik, hogy na, holnap reggelre megbeszéltük, hogy kimennek a posztok, úgyhogy bezárok mindent, és csak a tiétek vagyok, és aztán oldalra néztem, és aztán azt mondtam, hogy várjatok majd a beköszönés után. Bea, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10. hónapot! Egy hónapos ez már a baba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy nekem ajándékoztad a Prime-odat. Nagyon sajnálom, hogy délután nem voltunk itt, ezért nem voltunk itt, mert dolgokat kellett különböző szögekből lefotóznom, hogy aztán azokat a képeket megszerkesszem, és azokat ti holnap reggel megnézhessétek, hogy valaki meg is kapja azokat a dolgokat, amiknek semmi köze a Harry Potterhez, meg esetleg a Legóhoz, meg végképp nem. Úgyhogy ne is számítsatok ilyesmire, jó? Ne is számítsatok ilyesmire. De a lényeg, hogy tökre megcsúsztam vele, elfelejtettem, hogy amikor Instára nem csak ilyen tik, ilyen fotókat lő az ember, elfelejtettem Insta sztorit kirakni a kezdésre, most már mindegy, amikor nem csak ilyen fotókat készít az ember, akkor ez így effektíve időbe tart. Időbe kerül. Időt visz el, mire mindent beállítasz, mire a fények, mire lefotózod, csinálsz 16-ot, hogy biztosan jó legyen valamelyik, utána megszerkeszted őket, utána megírod a posztot, utána elküldöd, ugye. Szóval, ja, most picsogok arról. Picsogok arról, hogy mennyire fasz a projektben vagyok éppen benne, amiről mindjárt mindent tudni fogtok, és nagyon király lesz, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok miatt, és remélem, hogy ti is azok lesztek. Igen, ma sztárgyúvelizni fogunk, szokás szerint Viktorral és Hunterrel, hogyha beírjátok a chatra, hogy felkiáltójá multi, szia Bea, akkor megkapjátok azt a linket, ahol mindhármunknak a nézetét láthatjátok egyszerre, és szerintem már csak rám várnak. Jól sejtem, hogy már csak rám vártok, vagy még így is én voltam a leggyorsabb. Azt hiszem, még én is így voltam, vagy hogy még így is én voltam a leggyorsabb. Hello! Hello! Képzeljétek el, most sem működött a stream felvétel, és teljesen fel vagyok háborodva. És megint összeomlott az egész? Hát nem összeomlik az egész, csak túlterheli. Tehát az a folyamat, ami működik egy, nem akarok hülyeséget mondani, de 2-3 hónapja, az most, most túlterhel dolgokat. Gondolom valamit átállított valahol, csak még nem tudom, nem volt időm megnézni, hogy mit és hol. Aha. De majd nem tudom, kitalálom. Hello! 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 Mondom így most, hogy mindenki itt van, srácok, vannak mindenkinél felkeltője a multi parancsra, multi linkek, lehet, hogy a parancs nem mindenkinél ugyanez. És... az én linkemet kattintsátok le, mert akkor engem láttok nagyban. Mert és sokkal szebb vagyok, mint ők! Fel, az a helyzet, hogy alapvetően ellenállni terveztem. Én nem. Addig, ameddig a te linkedet kattintsák le, viszont ez egy olyan érvelés, ami így alapvetően így érthető. A pitykong, nagyon szépen igen. Köszönöm a másfél évet. Ó, igen, nem hallnak benneteket. Mindig elfelejtem. Pedig ma, amikor oda kattintottam Hunternek a streamjére, akkor azzal kezdtem, hogy milyen szép. Ez így igaz. Mert hogy valami igaz. Új kamerája van, vagy ilyesmi. Hát az túlzás. De van egy telefonom, amit befogtam, igen. Mit csináltam én? Lehetséges, hogy epermagot így a hónap 12. napján? Isten.
Ez könnyen lehet, mert többen is panaszkodtunk arra, hogy nem volt elég eper magunk. Jó, most már még ezt gyorsan... Ja, megpuszolom az asszonyt. Megcsinálom aztán. Egg Festival is tomorrow. Ó, jaj, de jó, akkor nyerhetek. Az VR Merid. Az Egg Festivalban soha, de soha nem nyerhetsz. Miért? Mert én nyerek. Na. Ah, hát ennek új kamerája van? Meglátjuk. Hát igen. Nem új kamerám van, a régi telefonomra megvettem a droidkemet, és azt használom most már kamerának. És ez jól működik? Hát sokkal több pixelbe láthatod. Mint a, sokkal jobb, mint az előző. Mert inkább az a stabilitás, stabilitás tekintetében érdekel. Azért hogy... használja a széles látószögű lencsét használja, úgyhogy sokkal többet látsz a szobából, meg belőlem, mert hogy nem az van, hogy úgy nézek ki, mintha az orrában ülnék a nézőnek. Eddig. Ja, és sokkal smoothabb. És smoothabb. A Dudebrónak a gyümölcsét, azt le kell, le is kell adnunk, vagy csináltok bele magot? Halkítok még a többiek. Oh, fuck, no! Ültettem epret! Akkor miért csináltam még 250 magot? Én nem tudom, mit csinálok. Én szerintem egyikünk se tudja már, hogy mit csinál baj. Hunter az új kamerán 10 évet fiatalodott. What? Fiatalító kamera? Ezt az applikációt nekem is majd meg kell esetlenem. Á, ez csak kínai kameráról beszélünk, tele van izé skin smoothing dolgokkal. Oh, skin smoothing dolgok. Igen, azt csak shippelni kell, de 500-at kell, úgyhogy egyelőre egyetlen egyet sem shippelünk, hanem termesztünk. Csinálunk belőle, oké. Okay. Lenne holnap. Jó. Yes, Adam. Az van, srácok, Teszettél le egy adaggal? Én, de megyek vissza ültetni, csak meg akartam nézni, hogy kell-e shippelni, azért jöttem el. Jó. Most is átment mindenki most megnézni Hunter új kameráját. Hát megáll az ész. Ja, azért van egy Best Max, Szeti. Jó. Nem, Beznek, Szeti, nagyon szeretnek nálad lenni egyébként. Jó, egyébként szeretnek. Akarok játszani. Dehogy amúgy. Webcam overlay-ekkel is egyébként. Azt mondják, hogy hangos vagyok nálad. Papucs, igen, én vagyok halk. Baj. Nem a moziban a veszek fel, csak az a baj, hogy amikor hangosan beszélek, akkor meg túlvezérel. Kicsit adok rá fizikai hangerejére. Visszaviszem a mag készítőgépeket. Ó, oh, oké, okay. Köszi. Ja, egyébként nem teljesen úgy, tehát tegnap pénteken használtam, vagy tegnap pénteken, múlt hét pénteken használtam először, szóval... Igen, de akkor nem tudtam megnézni a streamedet, mert nagyon fontos dolgokat csináltam. Ez alapvetően éppen. Igaz. De szóval a kérdés még mindig áll maga, a program az így stabil, meg shit? Ez igen, az előző, amit használtam programot, az kifejezetten OBS-hez készült szoftver volt, és az ennek megfelelően egyáltalán nem volt hajlandó rendesen működni az OBS-sel. Nekem én többiet használtam, vagy többiet próbáltam, mert egyet sem használtam, és mindegyik végtelen szar volt. Igen, nagyon sok végtelen szar, meg egyébként nem ugyanúgy működnek mindegyik telefonon. Én most megettem a sima droidkemet, a sima basic droidkemet, és az ilyen működőképesnek tűnik egyébként, in general. Az egyetlen problémám vele, hogy nem tud 4-3-as felbontásban 1080-ba rakni, de egyébként 16-9-ben tudna 1080-ba rakni. Én nem tudok hangosabb lenni, de, a fiúk tudnak. De egyébként minden más szempontból tökéletesen működik. Hozzám képest. Nem annyira smooth, mint lehetne, de ez valószínűleg a platinum is köze van. Nem tudok ennél hangosabb lenni. Én most megint egy picit, ahogy ezt mondtad, megint egy picit felhúztam magamat azon, hogy abban maradt, valami nem működik már, ami működött korábban, és ain't nobody get time for that. Hát, ja. Ez a legdühítőbb dolgok egyike. Én most úgy adtam el, hogy körbenéztem most ilyen... Szia, Shark Tumi! Egyből hármat írd be, hogy felkiált, hogy elmúlt ilyen webcam, meg ilyenek, azok így mennyibe kerülnek, és így az első webkamera, ami így látószögben felveszi a versenyt a régi telefonommal, az 60-70 ezer forint volt, és akkor így mondtam, hogy
Hát jó, végül is 2000 forintért is tudok venni egy alkalmazást, és akkor rendben vagyunk. Nyilván ezzel több a hátlizás, mint egy webkamerával, de hogy működik, és nincs 60-70 ezer forintom. Hátja, én is nézegettem az Elgátónak a webcamjét, de ja, hogy ja. Az az igazság, hogy erről a Logitech 920 vagy mi a francról már csak 250 ezerért lehet feljebb váltani látványosan. Hát igazán, bolya. Ami nálad van, 920. Igen. Az Dave-től került hozzád annól? Nem, ezt én vettem nagyjából egy héttel vagy két héttel azelőtt, hogy beütött volna a krach. Úgyhogy én ezt még azt hiszem 29 ezerért vettem. Igen, igen, mert én is annó, és azt hiszem az került Dave-hez, és úgy emlékeztem, hogy az került onnantól hozzád, de akkor nem. Nem, nekem a izét adta oda, nekem a csicskát adta oda a... Jaj, melyik az? Razer? Riost. Vagy... Ja nem, a Rio, a Razert, az még rosszabb, igen. Az, vagy úristen, az nagyon rossz volt. Mármint, hogy ajándéklónak. Ajándéklónak, de attól még borzalmas. De annyira nem is kell neki, hogy még vissza se vittem két év után sem. Jó, de egyébként az borzalmas volt ez a kamera. Nem is tudom, hogy... Tényleg az, tényleg az. Mire kéne. Azt hiszem az első fél évben használtam azt, mikor streameltem. Nézd, hogyha egy fullosan bevilágított szobában lenne a macskám, akkor lehetne belőle cicakemet csinálni, de abban a pillanatban, hogy nem öt softboxsal világítasz be valamit, olyan csúnya, mint az atom. Engem megint ma is feldobott egy videót az internet, hogy miket lehet már csinálni a Stream Deck-kel, meg milyen pluginek, meg milyen mit tudom én, mik vannak hozzá, és nyilván a videóban a csávó egy X-et használt, és így... Dude, ne tedd ezt velem! Na, én is azt nézegettem. Most azt csináltam, hogy a Stream Deck Mini, az most nyilván kicsit üli a fejemet, hogy 6 gombért akarok 27 ezer forintot fizetni, de ugye alapvetően úgy vagyok vele, hogy azt ki tudnám nyögni, és akkor nem kell több appal szarakodnom ever. De azt, hogy a 6 gomb mennyire lenne elég, azt most azzal tesztelem, hogy az iPhone 6-ra letöltöttem a Stream Deck mobil alkalmazást, és csak 6 gombot használok mindegyik folderen, és próbálom kitalálni, hogy elég lenne az nekem. Mármint hát gondolom úgy érted, hogyha foldereket használsz, akkor 5 gombot. Igen, igen, úgy igen. Úgyhogy most tesztelem, aztán meglátom, hogy... Amúgy nekem küldhetnétek ilyen videókat, mert hogy nekem van még szabad gombom. Halkan megjegyezném, légy nekem szíves, az a baj, ne bánts! Szabad, nekem is van szabad gombom, csak annyi nincs, hogy elkezdjek vele valamit csinálni. Tehát, hogy tudod, van egy-két szabad gomb itt ott, de ha úgy igazán elkezdek vele valamit csinálni, akkor az egészet nulláról újra kezd terveznem. Fel, yes. Majd én is meg akarom nézni, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy lehet ezt optimálisabban is felsztapolni, mint ahogy felsztapoltam. Majd kell egy kicsit optimalizálnom a Stream Deck-kel. Ja, az biztos. Én most izén gondolkoztam. Ugye én nem használok Stream Deck-en a gombokon egyáltalán ártokat. Tehát a gyári gombbeállításokat kalapta igen! Be. Én most le is töltöttem egy ilyen templétes cuccot. Első dolgom ikonokat, meg gifeket. Az a helyzet, hogy az első nekem is ez volt. De hogy aztán újra kellett szetapolni, és egy idő után nem csináltam meg soha többet, tudod? De ezt el lehet menteni, nem? Igen, valamilyen oknál fogva ez nem történt meg, vagy azért, mert akkor még nem lehetett, tehát hogy ez azért is egy opció. Mert hogy azért elég régóta használom ezt, és azért azt kell tudni a Stream Deckről, hogy ez iszonyatosan fejlődik. Tehát, hogy azt azért tolják szoftveresen hozzá a dolgokat. Szóval rettegve visz. Oh, wow. Kicsit stutterrel a sztárgyó venni. Mi történik nekem itt a gépem hátterében? Na, szóval azt kezdtem elmondani, hogy én nem akarok semmiből party pooper lenni, meg semmi ilyesmi. Tudjátok jól, hogy soha nem tennék ilyet. De...
előbb vagy utóbb el kell gondolkoznunk, hogy mi jön akkor, amikor a Stardew Valley-ből tényleg kifacsartunk minden utolsó kontentet is. Ja, én ezt a múltkor már felvetettem, hogy már elkezdtem cikkeket nézni, hogy jó, de mi a francot lehetne még csinálni benne? Akkor elmegyünk Minecraftozni. Tehát, hogy az a Excuse kérdés... Excuse me, what? Hogy én nagyon élvezem ezzel a hármassal, amiben az egyik én vagyok, szóval nem tudom, hogy azt így kell mondani, vagy azt, hogy a ti párosotokkal az együtt videójátékozást, és nem vagyok benne biztos, hogy szigorúan szeretném ezt az élményt csak és kizárólag a Stardew Valley miatt hátrahagyni, ha teszem azt úgy alak. Na, igen, mit akarsz játszani? Van ötleted, ha ezzel végeztünk? Nincs, most írták chaten, úgyhogy egyszerűen feltűnt bennem a kérdés. Nem készültem válasszal. Ez egy jó kérdés. Ja, én még csak odáig jutottam ebbe, hogy azon gondolkodtam, hogy mit lehet még csinálni a játékba. Többet akartam gondolkodni rajta, mint amennyit valójában gondolkodtam rajta, de hogy én ebbe a fázisba vagyok. Aztán nyilván tisztában vagyok vele, hogy még lehet találni dolgokat, amiket csinálhatunk. De azokat is meg fogjuk csinálni. Előbb vagy utóbb, igen, elmegyünk warzone-ozni. Az biztos. Írták, a Tarkov hogy... meg a másik, ami teljesen biztos. Hogy... Nálam írták, hogy menjünk vozni. Menjünk vozni, na az aztán... Szerintem csak a hármasodok okay. miatt nézik. Szerintem, hogy sokan nézik amúgy is. Egyébként. Van elvileg egy extended, egy fan-made expansion. 26 új NPC-vel, 33 location-nel, 230 karaktereventtel, 18 hallal. Hát én ezt már most gyűlölöm, de és egy csomó minden új cucc van benne. Az a helyzet, hogy én szeretnék ajánlani dolgokat, de ez a fajta játék, ez nagyon nem az én világom, úgyhogy én nagyon szívesen mondanék dolgokat, de én nem Jaj, tudok. Jaj, ne, te inkább, mert mint hogy én abszolút nyitott vagyok a te ötleteidre is, de hogy... Igen, úgyhogy az... Hogy van ja, hogy te csak ilyen VIP dolgokat tudsz ajánlani? Nem, a köggés mennyiségtől, igen. Nem VIP dolgokról beszélek, egyébként relatív kevés a pályátokat játszok, csak... Én vagy JRPG-ket játszok, vagy nagyon sokáig tartó MMO-kat. Szóval... Én szívesen elviszlek Nézd. Minden jótokat Final Fantasy 14-ezni, csak van egy ilyen érzés, amúgy. Ja, én ezt hittem vovozni. Meg vovozni és akartam mondani, hogy már úgyis régen vovoztam, de ezt nem... Ezt hát nem... Hunter, én azért úgyis el... Az a baj, tudjátok, mit kéne közösen? Egyébként a Star Wars-os MMO-t is szívesen ajánlanám. Az milyen? Na, azzal még sose játszottam. Star Wars The Old Republic az egy... Hát az egy MMORPG, nagyon hasonló WoW-hoz a játék menetében. Annyi a különbség, hogy nagyon heavy story orientált a szintezés. Tehát, hogy egy konkrét single player RPG-t játszol végig benne. Döntésekkel, meg mindennel, amiknek tényleg súlya van. Oh, wait! Ezt nem lehet együtt. De Vikinek is akartál együtt. Mondani valami ötletet, egyébként. Vagy nem? Nem, én azt akartam mondani, hogy jó lenne valami olyat választani, amit aztán nem akarunk majd folyamatosan külön is játszani. Shit, elaludtam. Mert hogy értitek, hogyha most elkezdünk egy ilyen MMO-t, akkor lesztreamelünk belőle egyik este, és akkor következő nap még 5 órát játszok vele. De hogyha én nem játszok vele egyet se, de a másik meg 5 órát lejátszik vele, abszolút, szóval, hogy olyat abszolút, kéne, amit igen. együtt játszunk, és külön nem függünk rá. Igen. És az a baj, hogy ha elkezdünk egy ilyen Star Wars MMO-t, akkor az kétesélyes. Tehát, hogy vagy oké, játsszuk együtt, vagy pedig az van, hogy rápörgök, mint Atom, és sokkal többet fogok játszani, mint mondjuk Viktor. Sajnos így is. Erre egy nagyon jó megoldás, ha én hoztalom a szervert amúgy, mint itt a Star Wars-ben. Ó, itt ajánlották a Don't Starve Together-t. Don't Starve azért az, én is gondolkoztam rajta, azért az nem egy Star Wars-i. Tehát azért az elég kemény az a játék. Igen, de hasonló szerintem élményben. Nem. Mármint ott is az van, hogyha a rohadt varjuk és itt átsorognak. Abból a szempontból, hogy nyilván az elején rohadtul meg kell tolni, mert hogy ezt is nagyon megtoltuk az elején,
De hogy nem, utána... Nem, az nem teljesen ugyanolyan. Ott a Stardew Valley-ben, ha a fene-fenét teszik, sem halsz meg végleg. Jó, mondjuk ez nem hardcore-as feltétlenül, de hogy... Hogy érted, mire gondolok. Jó, értem. Az a játék nagyon-nagyon más. Ettől függetlenül egyébként megnézhetjük abszolút. Nem véletlenül nem játszok vele egyedül egyébként. Ja. Szóval, hogy szerintem ezt ki fogjuk majd találni ügyesen, tehát hogy nem kell itt feltétlenül most azonnal döntést hoznunk, csak én akartam jelezni irányotokba, hogy én nekem lenne igényem veletek egyébként is videójátékozni. Szerintem. Igen. Hogyha úgy döntünk, hogy ebből már nem tudunk több... Az epermagjaimat, ha lennél szíves. Várjál. Hogy, nem tudom kidobni, várj, de így. El kell mennem magukat venni. Kell epermag, vagy miért csinálod ezt? Ja, nem, csak van eperem. Egyébként megpróbáltak megölelni, de nem sikerült, úgyhogy viszlen. Ó. Oh. Cuki nekem vagy. Nincs bajom a Minecraft-tal, csak hoztál van, nem köt le. Ja, én nem akarok Minecraftozni, az a helyzet. Ja, én abszolút bármikor hajlandó vagyok Minecraftozni, de hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy... Ja, fesztivál van ma, jó. Hogy ti azt annyira... Igen. Viszont nagyon izgi ez, amit mondtak, ez a bővített, modolt cucc. Ez vagy ez csak nekem... Ez csak nekem hangzott? Igen, ez a kérdés. Fannak hangzik. Ja, valaki mondja el, aki csak... játszott már vele. Mert hogy egyébként logikailag nyilván az lenne a legegyszerűbb. Ki mellinkelte azt, hogy miért nekem... Mondjuk egyébként egész logikus. Na menjünk közbe. Terraria az... nem tudom. Nekem is ellinkelte. Viktor, nácsolyogjál egy helyben, hanem nekem is akartam. Olvasok dolgokat, de jó, megyek már, mert nem fogunk bejutni, csak azért. Ne, hallom ám, hogy megalázódnál te ott abban a gyűjtésben, na. Szeretnéd. Jó van, már jövök, na. Hát ez minden jó hangzik, csak nem látom, hogy lehet a kóba jött. Most Viki, te hol vagy? Én waiting for other players. Akkor Hunter lépni előre? Hunter, mit csinálsz? Hát én benn voltam eddig is. Kialtabkodtam ezek szerint. Probléma volt. Vettem egy nyuszit. Meg egy jó. Flamingót. Jó, kettő flamingót. Na, itt lehet venni strawberry seedet. Igen, de ne vegyél, mert nekem már van 250. De nekem meg nincs semennyi, úgyhogy... Jó, vettem 500-at, az azt hiszem több, mint amit el tudok ültetni, úgyhogy jók vagyunk. Én is veszek 400-at, aztán csak önből leszünk. Hát de... A pofátlanságnak is van határa, Viktória. Mondjuk nem is sikerül, hogy számít. Na menjél innen, én jövök. Azt írja Kim, hogy, hogy lehet játszani multiplayerben. Szerintem pont nem lehet úgy. Na, így jó. Tessék. Ez nem sikerült? Igen, és így nem látszik a szakállad. Abigail szólt, hogy menjek a vérbe, mert hogy ellenségek vagyunk. Miért vagytok? Ó. A tojásgyűjtés miatt. Na, valaki beszéljen még a... Polgármester úr. Dákkal. Rohadjon meg. Azt kéne egyébként, én egy olyan modpacket játszanék szívesen, ahol le lehet váltani akna munkával a polgármester. De az is jó, ha lehet sok minden mást is csinálni, és én meg el lehetek ezzel. It's time for the tatara. Mit kell csinálni? Gyűjteni a tojásokat. Thanks. Gyerünk! Yeah, we ready! Go! Igenis, kap... Mi a vért kell csinálni? Gyűjteni a tojásokat, összegyűjteni a tojásokat! Jó, brother! Nem lehet átmenni ott egy tojás? Hogy elvettem a kis csaj elől? Ez is, hogy örül neki! Én feleségemről beszélsz, akkor... Nem. Nem, a gyerekekről szerintem, ami talán még igen.
no! Jaj, ne, oda nem lehet átmenni. Dehogy nem, csak rossz szögből indultál. Jaj, ne, itt már mindent összeszedtél. De az össze baj. Bizony. De az a baj, az hogy nagyon nagy baj. Te szedtél össze mindent. Ne! Oh, no! Ne! Jaj, beakadtam ráadásul! Ott van még egy! Ott van még egy! Azaz. Én nem tudom, mennyit találtam. Remélem. Én se nem figyeltem. Az asszonyt legyőzöm, akkor már beljebb vagyok. A Vikit legyőzöm, akkor már beljebb vagyok. Same in English. Oh, the eggs! Na gyerünk! The winner of the egg! Na! Mondjad már, tata! Hát ez melyik Vik? Hát ez... Nem én vagyok, az biztos. Ó, szed! Mennyi tojást gyűjtöttél? Szép munka. Viki többet nem beszélget velünk. Ja. Lerakom az a permókat, ha már... Szerinted mutolta magát az örömünneplésre? Valószínűleg. Oh, sorry, sorry. Nem hallottátok? Nem. Ne! Jaj, de kár! Jó, hát eleresztettem egy mély kemény muhahahát. Mennyit tojást szedtél össze? 8-at. Elvileg. Szóval egészen addig engem nem különösebben érdekelt ez a tojásgyűjtés dolog, amíg Viktor ki nem fejtette, hogy neki ez mennyire fontos. Nice. Nice. Rúgja földön fekvőbe. Oj, teljesen le voltam némítva, szóval senki nem hallotta. Ó, nem. Ekkora gyökeret. Nem sem hallották. Nem. That's a shame. Okay, várj, megismételjem. Na, valami ilyesmi volt. Az összes hupikék törpike összeszartam el. De mindegyik. Persze, vegyétek el még ezt is tőlem. Hát a győzelmet nem sikerült, szóval valami. Ez maradt, jó? Oké, hova ültetjük a maradék babot? Hát... Én ide elé lecsűrtem. Jó. Akkor hozok speedogrót, meg hozok, nem tudom, locsolót. Van még locsolónk? Nem tudom, de akkor még a maradékból is csinálok. Jó, van 15 locsolónk. Ó, nem, mit csináltam a maradékkal. Nem tudom, az előző beszélgetés úgy hangzott-e, mintha így nagyon MMO-zni akarnánk. Nem akarunk ám nagyon MMO-zni. Ja, tudom én. Ja. Együtt, te még csak most ülteted őket? Az probléma, ugye tudod? Mit csinálsz? Nézlek. Megvány, ne. Ja, hogy miattam nem tudtad lerakni? Igen. What a shame. What a shame. Nézlek. Rolkodik. De creepy. Te mit csinálsz? Nézlek. Ó, el fogok aludni a zepper. Viki, van még magad? Van 250, vigyed, de már lealszol. Nem eper, hanem a kék... Viszé. Ja, nincs, én leraktam, ami volt. Házban aludtam el, úgyhogy minden rendben van. Eper földem felét sikerült csak beültetni, minden aludtam. Mondd, hogy az én hibám. Nem mondod, hogy az ötödik évben még mindig csak a tavaszi rendezvény után ülteted az eper földedet. És de? De hát hányszor elmondtam, hogy vigyétek a magot? Hát most... Az van, hát előtt, ez kezd már kellemetlen lenni. Tehát az elsőben még azt mondom, persze. A másodikban azt mondom, hogy oké. Okay. A harmadikban azt mondom, hogy talán. A negyedikben azt mondom már, hogy áááát, az ötödikben... Jó van, Máté. Jó, de most hát... kezdett el gazdálkodni, nem? Vagy csak az előző évbe kezdte el? Hát igen, gyakorlatilag most... És akkor is mit egy 3x3-ast ültetett, érted? Egyrészt most raktam össze a földet, másrészt meg, meg egyébként be volt ültetve izéval. Karfiolla beültettem azért, tehát nem volt üresen a föld. Ja, jó.
Szerencsejáték függő volt 4 évig. Jó, az mondjuk igaz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így a szószoros értelmében szerencsejáték. Igen, mert, van benne mert nem kerestem rajta semmit, meg nem is vesztettem rajta hát semmit. Akkor van benne valami skill, ami Hunternek nincs meg. Dehogy nincs meg neki. Sokkal jobban megvan neki, mint nekünk. Bocs már. Vagy hát mint nekem, nem tudom, Viki, lehet, hogy közben egy ilyen titkolt humprő. Ja, aki... nem, én nem mondtam, hogy bennem megvan, de az biztos, hogy Hunterbe sincs, mert kid hányadik vagy, érted? Negyedik, vagy az utolsó előtti, vagy második, nem tudok számon. Na, nem, hát számon. Erről van szó. Melyik irányból utolsó? Ó, no, nem tudom rátenni a speedo. Ó, yes, rá tudom tenni. Kivettem egy tortát. Kinek van ma szülinapja? Szerintem a Jasmine-nek. A live-nak? Akit tegnap, a tegnapi napon mi ez? Body slammeltem egy tojásért. Ó, a kis-kis lány, ó. Hát ez még rosszabb bevárni, így az egész. Szégyes jössz ma. Na, itt vagyok. Neked van a szülinapod? Na, azt mondja. Nem mehetek be. Nagyszerű. Nem vagyunk elég jóba, hogy bemenjek. Akkor gyerek. Vigyek a kulcsot. Után. Jaj, tényleg, vennem kéne egy kulcsot. Igen, ti is meg tudjátok venni ezt a kulcsot, szerintem. Ez mibe fáj? Van is 44 bizony. Hát ilyen QI pontokba. Ja, és az mennyi kell? Abból mennyi kell? Nem tudom. Nem, tegnap találtam egy QI bean. Most tényleg, akkor azokat légy ültesd el. Any season. Akkor elültetem most. Mivel kezd kiszedni kapálva? Mit ültettél? Epren. De az eper nem is any season, az tavasz. Nem az, a... Nem, a keybean. Ja, az, igen. Egyébként tudjátok, hova tudnánk ültetni még belőle sokat? Az állatokhoz. Ó, nem eszik meg, nem? Akkor nyomjuk. Szerintem még az állat... Szerintem nem eszik meg. Nem tudom sajnos pontosan, de szerintem nem eszik meg. Ja, hogy ültetés előtt kell. Hát akkor... Mi kell ültetés előtt? A... Trágya. Nem. Azt írja, hogy a quality fertilizert azután kell hozzáadnom. De nehogy a bírja a izé quality-t rakjál, hát megkeressünk, hol ülteted? Augmenting. Ahhoz speedogró kell. Hát bra, ugyanazt vettem. Nem tudok venni kulcsot! Van, de nekem rengeteg speedom van. Van körülbelül 10 patch, amin nincs izé fertilizer, szóval hogyha kedved van, akkor hajra. Melyikre, hova? Valahol a földön van 10 darab patch. Mi, irandom? Igen. Na hát, akkora viszontlátásra, Hunter. Ápoljad a karácsonyi fáidat tovább. Köszönöm szépen. Nem tudok kulcsot venni. Miért nincsen. Nem tudom. Egy kulcs van csak. Egy kulcsot lehetne csak venni, de még oda se tudom... Ó, oh, nem van key to the town, nem van key to the town. Nagyon fúj a szél. Annyira nagyon durván fúj a szél, hogy olyan hangok vannak az egész nyavajás házban. Ja, itt is. Nagyon durva, és már így csekkolgattam, hogy nem tudom, történt-e valami, amit nem vettem észre, leszakadt-e a, értitek, a féltető. Mert ugye azért gyanús nekünk már az, így ez a napelem telepítés óta, hogy egyszer le fog omlani a házunk, mert nem erre lett kitalálva. Nekem meg az ajtómon van egy ilyen ventilátor, és hát mivel az így egy ventilátor, ezért amikor fúj a szél, akkor így csapkodja a... Így ventillál? Igen. Csak nagyon idegesítő csapkodó hangon. Oh. És a lényeg az olyan, mintha nem tudom, valaki így ütögetné bottal folyamatosan. Lehet, hogy a szomszéd bácsi az egyébként is tényleg bottal ütögeti. Na, igazából ilyenkor mindig arra gondolok, hogy remélem ő is hallja. Remélem az ő ajtaján is van ventilátor.
ő is rohagyja. Nem, biztos, hogy hallja, hogy nálam csapkodja a szél. Őrsön Flo nem tudott majdnem keresztül sétálni, az mennyire durva. Mármint, hogy annyira fúj a szél, hogy így elfúj. Az nagyon beteg. Valami egyszer előfordul. Itt valaki backseatelje meg nekem, hogy hol van a kislány. Nálam szakad az is. Hát nálam meg havazás volt, de után szóval itt volt minden. Havazás? Ja, esett, komolyan? Szemerkélt a hó, aztán elkezdett esni az eső, most meg fúj a szemén az állam. Így lement, levittem a hatit, és akkor a Rozénak az a happy-e, hogyha itt van fenn, hogy akkor leszalad velünk, és akkor utána eltűnik egész estére utána. Elindultunk lefelé, Rozé megállt az egyik lépcsőfokon, és megállás nélkül ci, és ezt így izé, néztük a hatival egy percig, hogy megállás nélkül tüsszög meg szörcsög. Úgyhogy megfogtam a Rozét, visszahoztam a lakásba, leraktam az ágyra, és megmondtam, hogy nem megy sehol. Ott marad. De cuki. Tiszta takony szerencsében. Na jó, mennyi kell? Hatot leadtunk. Miért adtunk le hatot? 15 nap még van hátra. Nagyon jó. Azt hiszem, azt én rektam le véletlenül. Hát ez elég szomorú. Na. Hol van? Egész nap semmi más nem csinálok, mint egy rohadt tortával rohangálok. És egy kislányt kergetsz, hogy teljes legyen a történet. Keresem a kislányt. Bele akarom nyomni a fejét a tortába. Well, kicsit agresszív lettem. Emlékeztessetek, srácok, ha esetleg Viki keresne a szülinap környékén, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyek jelen. Nincs itt se. Létszi valaki varázsló torony mellett itt... Értem, de itt sincs. Most idejöttem, de itt sincs. Lehet, hogy már haza kellett mennie, mert lőtték a pizsit. Megpattanok ezen a... Erdja... kődarabon. Hunter, mire vesz? Hétkor megy be a szobája. Junokát azon. Oh, ja. Visszaesett. Picit dolgozott, hogy a családja végre békén hagyja, és ne szóljon be neki. A gyógyulás nem feltétlenül lineáris folyamat. Használtok egy kis területet a farmodból? Itt Vicky olvas. Vicky zavarta, oda települt az ajtóm elé. Oké. Ez azt jelenti, hogy igen? Használd egészségben. Jó, akkor elkezdek ráépíteni. Eddig teljesen egyértelműen nem építettem rá dolgoknát. Ráépítéssel kapcsolatban van kérdéseim? Csak farmokat építek rá, nyugalom. Jaj, jó. Oh, wow. Elkezdted tolni ezt a key business-t. Tetszik hát, nekem a hozzáállásod. Felkészítem akkor a elmegyek horgászni, hogy legyen még. Főnök azt mondja, tetszik a hozzáállásod. Ja. Ez elég ijesztő, de igen. De egyébként, csak hogy tud, egyébként ilyen ellovagolt közben itt. Így egy kört. És így csak így a ló hátáról így félfoggal kiáltott, hogy tetszik a hozzáállásod, na, dolgozzál gyorsabban. Az az igazság, hogy ma tök hasznos dolgokat csináltam, és egy istennek érzem magam emiatt. Ilyere? Nagyon sok, igen. Nagyon sok mind. Igen. A játékban egész nap egy kislányt kergettem. Igen, ezért kérdeztem, hogy ez így fontosan, hogy viszonyul az eddig is történtekkel. Azt hagyján, amúgy odaadtam neki a tortát, utána megpróbáltam beszélni vele, és azt mondta, hogy nem szabad idegenekkel beszélnem. De a tortájukat megehettem. Ja. Specifikusan kiemelte az anyja, hogy azt szabad. Igen. Rejtettél volna bele valamit. Nem a polgármesternek készül. Oké. Én miért nem főztem teát? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Nem, mintha még nem állna előttem az este, hogy főzzek teát. Jó, de ha nagyon későn főzzel, akkor nem kell pisíned éjszaka? Mindegy, mit csinálok, pisílnem kell éjszaka. Oké. Az a jó, ha csak egyszer kell kimennem.
amikor többször, az már rohadtul idegesít. Hát de... videójáték. Mit csinált veled? Az a baj, hogy valamiért izé... valamiért scratch-el össze-vissza a játék. Nem tudok Johnny Walkert oszni. Az jó, akkor ezek szerint jó az új kamerádnak az nem apja. A kamerával van baj, megnéztem az izét. Szerintem az OBS-sel van valami nyugja. Vagy lehet, hogy nem az Nvidia drivert használja, hanem az AMD-jét. És azért csinálja ezt. Kicsit megőrültek a drivereim ma. Azért nem akartam indulni az OBS-sel, mert átállította magát. Szóval Hunter, amikor hazaérsz, lehet, hogy hirtelen az első ránézésre ijesztő lesz. De abszolút biztos lehetsz benne, hogy egy szent ügyért történik. Hallottam már az emberiségek más dolgokkal kapcsolatban is a történelem során, úgyhogy engedem. És azok mind ijesztőek voltak, igen. Szóval, hogy nem hiába mondom én se. Bra, mit csinálsz? Felkészítem a kertet arra, hogy hasznos legyen. Hi. Na jó, mindjárt jövök megnézni, csak érezz otthon még gyűjtöm magad, a babokat. Kértem engedélyt technikailag. Well, yes. Azt nem mondtad, hogy a bejárati ajtómhoz települsz között, nem? Te sem mondtad, hogy nem tehetem. Ez teljesen. Hol vannak a karácsonyfáim? A helyükön. Bra, hol vannak a karácsonyfáim? A helyükön! Gyere ide. Hol? Mit csináltok? Elraktuk karácsonyfáimat. A helyükre raktam őket! Hol van a helyük? Hol van a helyük? A hűtőben! Ez nem is durva, amit itt csináltál. Nem, csak feláldozta érte az udvaromat, meg a karácsonyfáimat. Jó, a karácsonyfák specifikusan nem fértek el. Nem azt mondtam, hogy rendezd át az udvaromat, bra. Nem is rendeztem át, csak eltettem a karácsonyfákat, hogy ne sérüljenek meg. Szóval az van, Hunter, hogy nagyon sok pontot fogunk érte kapni. Azt értem. Oké, szóval nem emlékszem mennyit, szóval lehet, hogy ez nem igaz, de hogy... De azt hiszem, sok pontot kapunk érte. Van neked ennyire nedves karácsonyfád egyáltalán? Hány karácsonyfája van? Mert minden nedvesében veszek. Szerintem van még valahol, csak nem tudom, hogy hol. Na, valaki feküdjön már le. Viktor. Megyek már, na. Mert már ki is aludtam maga mennyi idő alatt. Azt arról én tehetek-e, azt mondd meg nekem. Igen. Jóval lefeküdtem, na. Köszönöm szépen. Egyébként, hogy állunk pénzzel? Nekem 5,5 millió van. Nekem 4.130.000. Jó, az még nem elég. Én az miért mennyi kell? Én az összes pénzemet NFT-be fektettem. 12, nem? Az új kedvenc internetes igen. Humorom egyébként az, amikor Redditen valaki kiposztol egy képet, hogy az egy NFT, és ne prinszkinelje senki, mert ez büntény. Ez az új abszolút kedvenc peak internetes humorom. Nice. Lehet, hogy igazából ez az én hibám. Felszáradt a földed. Megyek, megoldom. Rohadt varjuk, kiszedik az epreimet. Varjak. Elnézést kérek. Semmi baj.
Igen, a varjak, mert nem tettem mi történt? Madárijesztőt, mert azt hittem csak dísznek van, mint kiderült, nem. Fel az. Ez elég szar. Hova tűnt a kávéültetvény? Oh! Az üvegházban? Yeah. Hát ott nem kezdtük el termelni ezt a kék babot. Care about greater good. Emlékszem, mit beszéltünk a greater goodról. Nem vagyok ilyen. Utána visszakapod a kávéültetvényed, na. Mármint, hogy úgy érted, hogy visszaültetjük az ő kávékészleteibe. Igen. Amúgy nincs. Igen. Szóval greater good. Sure. De hogy azt hiszem, erre az üvegházról még beszéltünk is. Biztos vagyok benne, csak gondolom Hunter játszott. Mindannyian játszunk, egy videójátékban vagyunk. Jaj, láttam egy tök jó játékot, át is akartam küldeni, nem tök jót, mert hogy belenéztem és rosszul nézett ki, de az ideológiája az nagyon tetszett, jó, valami Hard Worker Simulator, vagy valami ilyesmi volt, és egyből eszembe jutottál róla, mert hogy semmi más nem kellett benne csinálni, mint dolgozni. Oh, wow. Ez ilyen az neked való. Hogy felkeltetted az érdeklődést. Amúgy ma belenéztem a City Skyline streamedbe, és meg kellett állapítanom, hogy biztos a csodálatos személyiségedért követnek, mert ahogy 2 órán keresztül nyomkodta el szürke nyilakat, hogy azok vajon változtatnak-e valamit az út kinézetén. Nem is így történt, változtattak. Bocsánat, lehet, de... igen, én is gyanakszom egyébként, hogy valószínűleg valamilyen szinten benne van a személyiségem abban, ami történik a karrieremet tekintve, mert ami a City Skylines-ban, az biztos, hogy nem. Bár, jaj, te arra a részre gondolsz, amikor... Szóval az van, hogy odaigítottunk a City Skylines-ban, hogy a modok már nem elegendők, úgyhogy elkezdtem én magam customizálni az utat, hogy legyen olyan út, amilyet én szeretnék. Igen, mert nem mindegy, hogy hol van a fa rajta, ugye? Nem igazán, és az van, hogy van a City Skylines-ban, van egy menü arra, vagy van egy rész arra, hogy editálj eszeteket, amik vannak a játékban. De nem kommunikálja magáról azt, hogy mi micsoda. Szóval úgy nézegettük meg, hogy mi mit csinál, hogy lekattingattam dolgokat, meg töröltem dolgokat, és néztük, hogy mit tűnik el. Igen, és sokszor semmi nem történt. Ez nem igaz, valószínűleg mindig történt valami, csak nem láttam, és valószínűleg ezek szerint te sem. Nem. Az az igazság, hogy néhány percenként oda néztem arra a monitorra, és megállapítottam, hogy még mindig nem történt semmi előrelépés az ügyben. Ez nem igaz, folyamatosan fantasztikus előrelépések, és képzeld, egyébként a végére sikerült is megcsinálnom egy olyan utat, ahol a játék úgy érezte, hogy az a fasor, ami van az út szélén, az egy extra sáv. Sajnos a fasort nem sikerült teljesen eltüntetnem, a fákat eltüntettem végül, de nem tüntettem el a járdát, amin voltak a fák, de mindegy. Szóval azt úgy vették az autók, hogy az is egy forgalmi sáv, és hajtottak azon is. És miután ezzel végeztem, úgy, ahogy láttad a streamben, tehát úgy, hogy érted, most vagy történik valami, vagy nem, utána nagyjából egy órával később már úgy alakult a szituáció, hogy semmi szükség nem volt arra a fajta útra. Az a helyzet, hogy nagyon örülök neki, hogy aki reggel lemaradt a streamedről, az most kapott egy kis ízelítőt abból, hogy miről maradt le, és hogy átélhette néhány percre azt a délelőttet. Én szerintem fantasztikus volt, és a City Skylines jelenleg egy aktív sorozat, szóval lesz még belőle sok. Nagyon jó. Yeah, brother. Yeah. Ja, szóval a kereszt is módolhatjuk odaig, hogy ledaráljuk Louis-t. Én abszolút okés vagyok vele. Úgy érzem, hogyha normál üzemmódot kipörgettük, akkor akár le is darálhatjuk. Csak így becsempészük, csinálunk a főtéren egy darálót, és beletuszkoljuk Louis-t. Na jó, de hogyha bedaráljuk Louis-t, akkor utána miért élsz majd? Hát, hogy jobbat tegyek a falunak, mint eddig, pontosan ugyanazért.
felújítsam a hajléktalanok házát, kiszépítsem az utakat, a shortcutokat megépítsem, amiket Louis, nem tudom, befalasztatott, mert egy kretén. Megjavítassam a buszt. Újra. A lerobbanna. Ennyi, nagyjából. Tehát mondani, hogy a programot feled céltalan egy picit, de... Egyébként választhatok valaki más, tehát hogy az a helyzet, hogy Pierre még a faluban marad, az orvos még a faluban marad, tehát szerintem lehet vegzálni embereket tovább. Például a kislányt. Nézd kinek ki, de hogy igen, például a kislány. Elég furán választod meg a nemeziseidet, de... Hát de hát nem, egy paraszt volt, vittem neki tortát. Miután fellökted előző, nem? És kergetted egész. Részletkérdés. És kergetted az nem, egész. Az nem hozna. Személyes ügy volt. Are you sure? Lehet, hogy ő neki ez az egyetlen egy vágya. Ezért élt egész évben. Kedvenc ünnepe. Hát rácseszett. Hát látod, wow. Ezért nem kedvel. És még csak nem is érdekel igazából, hogy milyen károkat okoztál. Így van. Most úgy csináltok, mintha egy szarember lennék, de nem vagyok az, csak... De még csak a tortát se én sütöttem, csak kivettem a szoborból. Wow. Hát szép. Szép mondhatom. Még a torta se saját. Nem, nyilván van ezen a farmon mindenki nagyon kedvel. Aha. Mert hiszen te vagy a leggazdagabb embere. Faluban. Ó, tényleg ja. Én vagyok a leggazdagabb. Az a helyzet, hogy sajnos ez igaz. És egy kicsit bevallom őszintén, zavar is ez a tény. Hát... Van ez így. Ja, ja, ja. De az megnyugtat, hogy csak egy kicsit vagy sokkal gazdagabb, mint én. Vagyok annyival gazdagabb, mint amennyi pénze összesen van Hunternek? Mennyi pénzed van, Hunter? Egy fél pillanat. 835 000. Há, igen. Vagy, sőt, majdnem kétszer annyival. De figyelj, lehet, hogy el fogja érni az 1 milliót. Azért az mit teljesítmény már? Dolog, hogy mi 3 évvel ezelőtt megcsináltuk, de neki. Nagyon élvezett ezt, Diki. Én a lassú élet híve vagyok. Meg kell rohanni ennyire. Egyébként abszolút igazad van. Te mit kezdel, mit tudsz kezdeni a millióiddal? Nem tudom, és ez is zavar egy kicsit. De hát gyűjtünk hát az órára. És jó lenne egyébként összegyűjteni még ősz előtt. Mert akkor miért? Láthatnánk a munkánk gyümölcsét. Hát mert akkor nem cseszné szét a farmot. Micsoda? Hát mi? A természet, hogyha lenne óránk. Igen? Igen. Sure. Oké, egyébként szerintem össze fogjuk szedni ősz előtt. Ja, szerintem is. Ja, én hiszek bennetek. Ti olvastátok azt a Reddit posztot, amit linkeltem tegnap a D&D-s? Olvastam el, sajnos. Igen, úristen! Nem, elfelejtettem el olvasni, meg közben akkor csináltam. Viktor, mondd el. Oké, akkor összefoglalom. Szóval egy mesélő emlékezett meg az eddig ever kedvenc játékosáról, aki friss játékosként érkezett a D&D világába. És Lawful Evil-t választott. És Lawful Evil-t választott. Jó, Istenem, a mesélő nem akart feltétlenül engedni, de mondta, hogy ő nagyon ragaszkodna ehhez. És aztán így mondta, hogy jó, hát végül is tök mindegy, nyilván ilyen edgelord akar ez is lenni, aztán... Yeah. Aztán yeah. Mit tudom én, és... Szóval az van, hogy közben játék közben nem igazán látta jelét annak, hogy ez a lawful evil, vagy bármilyen evil kijöjjön. Tehát, hogy nyilván voltak fura tanácsai a csapat számára, meg tehát, hogy ilyenek, de alapvetően nem igazán jött ki az annyira, hogy ez egy evil karakter.
És aztán szépen lassan, ahogy telt az idő, ez az ominózus játékos, ez elkezdte úgy csavarni az eseményeket, hogy sikerült pusztán meggyőzéssel, meg kommunikációval, meg érted, ilyesmikkel, sikerült elterelnie a csapatot a fő sztori szálltól, hogy először is kezdésként segítsenek neki, először is meggyőzte a csapatot arról, hogy a család ahonnan származik, és egyébként az egyik csapattagnak a megkínzói, azok hiába voltak gonoszak, ő attól nem az, és hogy az ő bűneik nem az ő bűnei, és aztán meggyőzte a csapatot, hogy segítsenek az örökösödési eljárás alatt, hogy hozzákerüljön minden, mert akkor ugye jóra lesz használva az örökség. Megszerezte a teljes vagyont, aztán valahogy útközben, ezt nem tudom pontosan, hogy játszották el, de valahogy útközben elkezdett egy bűnszervezetet irányítani, ahol jó embereket rossz tettekre kényszerített. Utána a csapattal együtt, mint hősök megölték ezeket a jó embereket a rossz tetteik miatt. Jesus. És aztán, szóval az a lényeg, hogy ez ebben a vonalban eszkalálódott, és hogy egy másfél éves kampány alatt gyakorlatilag folyamatosan abba az irányba erpészte az egész csapatot. De tudod, csak ilyen meggyőzésekkel, meg ilyen, de hát ez a logikus, meg szóval érted, ilyesmikkel. Gyakorlatilag eljátszotta, nem, hogy ők egy teljes bűnszervezetet leépítenek. Igen, de hogy közben ő vezette amúgy a bűnszervezetet is a háttérben, és a vége az az lett a dolognak, hogy meggyőzte a csapatot, hogy öljék meg a patronját, mert ő egy varlok valami tingi volt, öljék meg a patronját, és segítsék, hogy ő átvegye a helyét. Nem, oké. Okay. És hogy konkrétan sikerült úgy, hogy közben egyébként a csapat végig azt hitte, hogy a jó dolgot teszik, és hogy ők egy ilyen abszolút pozitív híró csapat, és ráadásul a legszebb az egészben az az, hogy a végén beszéltek a mesélővel, és ő úgy döntött, hogy ő nem szeretné elmondani a csapatnak utólag sem. Good. Tehát, hogy kb. Elérte azt, ugye, hogy ő váljon a teljes mindennek a főmuftiává. Egy istenné vált, akinek egyébként tiszteletes földi hatalma is volt. És mindezt úgy, hogy a csapattársai azt hitték, hogy ők megmentik a világot a gonosztól. We are the baddies. és azt kell, hogy mondjam, hogy amikor erről olvastam, csak hogy a nézők is tudják, hogy ez hogy került elő, amikor ezt a sztorit olvastam, akkor nekem Kaci jutott először eszembe, és azzal a szöveggel dobtam be a közös beszélgetésbe, hogy Kaci, te D&D-zel-e másokkal is? Oh boy. Ja, és az volt, hogy megegyeztek, hogy soha senkinek nem mondják el. Igen, és hogy a csáv mondta, hogy ő neki RP szempontból a karakterhez szerinte nem illik. Az, hogy ugye ezt így elmondja, vagy ezzel így elkezdjen, viszont azt nem szeretné, hogy a későbbi játékokban a játékos társai mostantól folyamatosan gyanakodjanak rá. Igen, értető. Illetve, hogy ő neki lélekben jól esik néha elővenni ennek a karakternek a gondolatát és emlékét. Meg nagyon, őszintén szóval nagyon szarérzés lehet a többi játékosnak, hogyha egyébként rájönnek, hogy ők végiggyilkoltak rengeteg kiváló embert az elmúlt másfél évben. Igen. Ez sem lehet nagyon jó. Azért ez mekkora game. Mekkora ja. Kisebb okóba is láttam a portkat szétesni, úgyhogy valószínűleg igen, úgyhogy valószínűleg ez a legjobb döntés, ha ez így tudod, soha nem terül ki. Jaj. Nem, nagyon jót mulattam ezen egyébként. Igen, én is. Sokkal szórakoztatóbb thread, mint amit én olvastam. Ó, te mivel találkoztál? Reddit szakértők vitája arról, hogy a Bounded Accuracy az jó a D&D-nek, vagy nem. Az micsoda? Azt jelenti Bounded Accuracy, hogy így
megvan adva egy range, hogy az AC milyen számok között mozoghat, meg a to hit milyen számok között mozoghat, és hogy mindent alacsonyan tartanak, hogy ne szálljanak el a számok, meg később is veszélyessé válhassanak gyengébb szörnyek. Tehát, hogy a lényeg az, hogy kisebbek a számok, mint annak idején a harmadik editionben voltak, és ez erről ment egy több órás vita, hogy ez most mély jó, mély nem jó. Olyan emberek álltak, akik valószínűleg sose játszottak D&D-nél. Jó van akkor. Just internet alapján. Things. Igen, szóval ez egy jóval szórakoztató sztori volt, mint amit én éltem. Én szeretem a D&D-ben a feel good sztorikat, és beállom őszintén annak ellen, hogy nem mesélek jelenleg, csak álmodozom róla, hogy majd egyszer fogok. Olyan lelkesedéssel kattintom le az összes nyavajás olyan történetet, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan kell partiban lévő konfliktusokat megoldani. Mintha kötelező lenne. Ez egy hasznos skill, még D&D-n kívül is. Amúgy így az, hogy ilyeneket így átküldesz, meg elolvasom, meg tervezzük a következő kampányt, én úgy érzem, hogy ezt szarrá fogjuk RP-zni. Én félek és ettől, alig várom. Valószínűleg én nekem ez nehéz, tehát hogy nekem az RP vonal az nehéz. De hogy majd megpróbálom én is nyilván, aztán majd meglátjuk. Hunter, szerinted melyik a legjobb edition, amit jelenleg lehet tolni? Ez a kérdés érkezett. D&D-ből? Aha, gondolom. Gondolom hát az öt, mert különben nem azt tolnám. Az ötödiket tartom a legjobbnak. Nekem vannak problémáim az ötödik edition-nel, de nekem minden ötödik edition-nel kapcsolatos problémám az DM oldali, mert a Wizards-ot nagyon nem zavarja, hogy a DM-eknek jóval kevesebb eszköze van, mint bármelyik korábbi editionben. De egyébként player oldalról nem messze az ötödik edition a legjobb. Az a helyzet, hogy az ötödik editionben úgy játszunk, olyan könnyedén és olyan így fun a játék. Amilyen fun volt a harmadik edition úgy, hogy gyakorlatilag nulla szabályt sikerült eltalálnunk. Igen. A harmadik edition, most ezt legfőképp a streamnek mondom, a harmadik edition az megpróbált mindent, ami történhet a való életben szabályjá változtatni, hogy lehessen rendszereket csinálni mindenhez a játékon belül. Ami önmagában nem a legrosszabb dolog a világon, ami történhet, csak az nagyon sok kreativitást kiölt időnként, meg sokan meséltek nekem, hogy a harmadik edition annyira be volt szabályozva, hogyha a játékosok tudták a szabályokat, akkor gyakorlatilag a DM-re csak kommentálásnak volt szükség, meg ilyenek, szóval. Oh. Ráadásul olyan hatalmas számok voltak, meg annyi feat volt, meg annyi minden, hogy nagyon könnyű volt szar karaktereket is buildelni, amik tényleg haszontalanok voltak. Szóval az ötödik edition megtartott mindent, ami a harmadik editionben fun volt, és csak összeszűkítette a számokat, kivágta belőle a sallangot, gördülékenyebbé tett a játékot, és így ennyi. Azt most, hogy olvasgatom ugye a szabályokat, és így nézegetem, azt annyira imádom, hogy ilyen, tehát hogy egy csomó mindenre lehet így hivatkozni, meg így lehet egy csomó mindennel kalkulálni, hogy az így nehezítés, vagy úgy nehezítés, és a legtöbb játék mechanikailag iszonyatosan egyszerű. Tehát ilyen... Igen. Ez nehéz terep, jó, felezd le a sebességed. Ez víz, az nehéz terep, felezd le a sebességed. Igen, ilyen... mert mindent megoldanak azzal, hogy vagy előny, vagy hátrány, vagy az, hogy a sebességet csökken kb. És így ennyi. Igen, tehát hogy nem kell folyamatosan olyaneken agonizálni, hogy akkor most ez, hogy szeretnéd megragadni? Jó, akkor dobjatok csekket a csá. Ja, de mert ilyen, a korábbi editionökben meg mindenhez pluszok, meg mínusz ennyi, meg mit tudom én, büntetések tömkelege volt dolgokért. Na ez volt ez, amit nekünk nem sikerült soha szerintem eltalálnunk. A magic itemek miatt minden olyan minden bloated volt, mint az állat, mert hogy gyakorlatilag a harmadik edition az egy magic item galor volt, hogy bementél legközelebbi faluba, és minden szart vehettél, ami létezik. Na ezzel kapcsolatban viszont vannak sztoriaim. Az íjászom, aki körönként magic itemek miatt, ott valószínűleg egyébként szabálytalanságok is történhettek útközben.
Körönként lőhetett azt hiszem 16-ot. What? What? Ja, ott van egy szektörténtek szabálytalanságok. Azt hiszem, stackeltünk egy olyan magic itemet, amit nem lehetett amúgy stackelni, de nyilván utólag sose néztem utána, viszont annak a damage outputját azt elképzelhetitek. Ja, meg azt is, hogy meddig tart kipörgetni egy round of combatot. Ó, igen, nagyon-nagyon sokáig tartott, hogy befejezzem, amit csinálni szeretnék. Így vannak ilyen ingerenciáim néha, hogy úgy játszanék egy izét, például egy Pathfinder második edition-es session-t, vagy valamit, de végignézem a Pathfinder-nek is a karakterkreálási szabályait, meg a conditionjeit, meg itt tudom én is ilyen eszméletlenül nevetségesen nehézkesebb, tehát hogy és még a Pathfinder 2 az még istenes, de ha még az egyet venném elő. Volt egyszer nagyon-nagyon régen, hogy Fusion rendszerben ilyen MechWarrior Online-szerű, vagy MechWarrior-szerű univerzumban játszottunk, és én ott, tehát én meséltem, és ugye abban az univerzum is így általán, tehát nem a MechWarriornak az univerzuma volt, de hogy egy ilyen meches harcolós univerzum volt gyakorlatilag. Az egyik játékosom egy nagyon-nagyon erős srác volt, és közölte, hogy nem tudom, éppen táboroztak éjszaka, és tüzet raktak így a mechek között, és valamire ráálltak az egyik mechel. És közölte, hogy ő akkor megemeli a mechet, és akkor így arrébb rakja, hogy le tudja venni a dolgokat, és akkor így ekkor realizáltam, hogy lehet, hogy nem szetteltem jól, hogy pontosan mik azok a mechek. És egy 20 tonna egy darab. Igen, az valószínűleg probléma. És amikor álltam így, mint mesélő, és így oké, akkor lehet, hogy valamit nem vázoltam jól, srácok. Ja. Szóval kérdezték közben, hogy van-e negyedik edition, és ha van, akkor miért nem beszél róla senki? Van, volt. Hunter, jól lehet tudja mesélni neked, miért nem beszél róla senki. Nem akarok egy fél órás előadást tartani róla, mert tényleg ott nagyon sok minden ment félre. De az a lényeg, hogy a negyedik editionnek több köze van egy RPG-s társas játékhoz, mint egy tradicionális RPG rendszerhez. Nagyon újra fel akart találni a játékot a Wizards éppen, és voltak döntéseik. Hát meg a monetizációját is. A jó, de Hasbro, tudom. Uh-huh. Szóval szétcsúszott a dolog, és a játékrendszer nem szórakoztató, mert még önmagában is, hogy csak a kombatot nézed, mert mást semmit nem dolgoztak ki hozzá, de hogyha csak a kombatot nézed, még azt is fájdalom vezetni, mert minden buffokon meg debuffokon múlik, majdnem minden ability hagy maga után valami plusz 2, plusz 1, plusz 3, minusz 4, mit tudom én, debuffokat, és akkor mire hozzád ér a kör, addigra egy két ismeretlenes egyenletet kell levezetned, mielőtt azt mondhatnád, hogy ezt csinálod, vagy azt csinálod. És ráadásul az összes kasznak ugyanazok a képességei, mert hogy három archetype-ba lettek besűrítve, és akkor még nem is beszélünk arról, hogy out of combat a szabályok a roleplay-re, meg minden teljesen haszontalanok. Tehát, egy mess. Egy nagyon jó játék lehetett volna, hogyha D&D Tactics néven jelenik meg, és mondjuk hagynak neki még két éve. De ott nagyon nem született meg az online rendszer, aminek meg kellett volna, mert meggyilkolt az asszonyt a vezető programozó, tehát hogy minden félrement, ami félrement. Igen, az egy pretty unlucky projekt volt. Ja, az összedőlt úgy, ahogy van. És egyébként az vezette a Wizardsot oda, hogy akkor jó, akkor kidobjuk ezt az új irányt, és akkor visszamennek a harmadik editionhöz, mert közben meg, miközben mindenki aktívan gyűlölt a negyedik editiont, közben mindenki elment Pathfinder-ezni, mert az meg a 3.5-ös D&D-re épült. És akkor rengeteg vásárlót elveszített a Wizards. Úgyhogy aztán visszamentek a harmadik editionhez, és akkor abból építették fel az ötödik editiont. Mennyire durva lehet ilyen rendszereket is csinálni amúgy. Nem, mert hogy így első hallásra legalábbis biztos, és aztán meg amikor így jobban utána nézel, akkor azért annyira nem.
Hát egy izét csinálni, egy valamilyen rendszernek az alapjaira dolgozni nem olyan vészes, de egyet feltalálni alapokból, meg megpróbálni valami olyat csinálni, amit még senki, az nagyon nehéz. Vannak elég egyedi rendszerek, én például ki akarom majd próbálni egyszer a Dungeon World-ot is, de az ritka. Szóval Dévet sikerült belökni a LOL iszapos mocsarába. Viki a felelős egyébként. Ez a sztori, ez nem így volt. Dév LOL függősége miatt Viki egyértelműen a felelős. Igen. De szívesen meghallgatnám a te álláspontodat a dologgal kapcsolatban. Itt beszélgettünk róla, hogy megnéztem az Arcane-t én is, és mennyire élveztem. Uh-huh. És beszélgettünk róla, hogy mi köze van a játékhoz, és valaki viccelt, hogy fogunk-e lolozni. Az valószínűleg én voltam. Tessék! Tessék! Hát, igen, tessék. De én nem gondoltam komolyan. Én se gondoltam komolyan. Aztán egyszer csak mégiscsak loloztunk. Senki nem gondolta komolyan, de a vége az lett, hogy mégiscsak loloztunk, és Dave azóta nem csinál mást. Az a magasabb az enyém. Azért csak nem. De maga, hát én nem játszottam azóta a rendszeresen, mióta a szintezési rendszerben van, szóval... Könnyen leszintez. Tomi megjött ilyen nagyon diplomatikusan. Szerintem csak van felelőssége a dologban Vikinek, viszont nem teljes felelősség az övé. Köszönöm. Én mondjuk úgy, hogy külön. Nagy szerepem volt benne. De nem feltétlenül direkt. Azt nem mondta senki, hogy direkt. De közben... Valami, nem tudom, tetlegeset sugall az, hogy ki tehet róla. Nem, számomra nem feltétlenül, de értem, mire gondolsz. Én örülök neki, hogy élvezi, majd... Én is abszolút. Abban nem vagyok biztos, hogy élvezi, de hogy ha élvezi, akkor abszolút örülök neki. Nem élvezi, akkor nagyon jól tett, hogy én nem élvezi. Igen. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon élvezi. De hát vannak olyan dolgok, amiket elkezdesz, és nem lehet abba hagyni. Yeah. Mármint szerintem abban reménykedik, hogy majd egyszer jó lesz benne, vagy nem is nem, tudom. Szerintem élvezi amúgy, mert én például tudom, hogy abszolút tudom élvezni. Anélkül, hogy mondjuk nyerjek. Nem feltétlenül mondom, hogy nem tesz hozzá, de hogy értitek. Nem baj, én örülök neki. Most már nem csak Hearthstone-ozik. Mi baj, ja. A Hearthstone-nal? Semmi. Csak jó látni, hogy nem ugyanazzal az egy játékkal játszik egész életében, mióta ismerem. Jó, amúgy nem olyan régóta Hearthstone-ozik, mi 2 éve. Hát ez egyáltalán nem igaz, még Play-re jöttünk haza busszal. Oh. Még az én szervezésemben, amióta Hearthstone-ozik. Oh. Hát egy időre abba hagyta egyébként, volt egy időszak, amikor abba hagyta, de aztán amikor megjött a Battlegrounds, akkor visszacsúszott elég durván. Illetve volt útközben egy Rainbow Six Siege-es időszaka is. Meg volt egy Rainbow Six Siege-es időszaka is, igen. Ó, de az nem volt hosszú életű. Az nem tartott sokáig, igen. Nem, az nem. Nem tudom azzal, mi történt amúgy. Hát az... Hát az jött jobban, valami új csillogó dolog. Olyan gyorsan meg tud szeretni dolgokat. Hát olyan jó neki ettől. Új csillogó dolog. Édes Istenem. Azért, ha bele kell rúgni a fődön fekvőbe, Viki azért ott van el azonnal, tudod így, oh, hoppá! Van egy napszöveges gaza a kertem végében. Na hát akkor azt tessék kiszedni onnan, az fontos. És mi ezt el kell adni, vagy mit csinálják? Ha? Hát majd azt kell leadni a izének. Ja, ültess belőle újat. A napszemüveges gazból gyártjuk most egyébként, mint a gépsas, és az a helyzet, hogy most már csak 12 napunk van leadni 500-at, szóval most már azért lassan észnél kell lennünk. Valaki tudja, hogy mennyi idő alatt... Ja, meg a mongász az ott, ja.
nőtt, vagy mennyi idő alatt nő meg így, hogy gyorsítva van? Nem egyik se követte? Nagyon sok napszöveges ért itt meg egyébként. Igen. Ezeket kiszedjem? Igen, de hogy azokból magokat csinálunk, és visszaültetjük egyre többet. Jó. Mert hogy ugye azokból 500-at kell leadnunk. What? Hát szerintem, hogyha beültettük a rendelkezésre álló teret, akkor utána elkezdhetjük eladni. Ja, mert ott van egy totem a Great. Milyen totem? Itt van egy totem valahol. Ja, igen, azért a póznára nyomtam rá. Közben szedtem ki növényét. Hát, ja. Bitó vesztett, Tomi. Ami azt jelenti, hogy Tomi is, vesztettem. És Dragonus szerintem nincs itt, de hol mit lenne, mondanám. Izébe gyere, az üvegházba felgyűnni, az kedves lenne tőled. Vagy az üvegház előtt, ha lerakod, az is tök jó. Itt van ez a láda, ahol állok. Ha abba lerakod, akkor én csinálok belőle a magokat. Köszönöm. 20, akkor az még 60 darab. Egyébként szerintem nem kéne rosszul állnunk már. Hú, ízét ki akarom majd próbálni, azt veletek akarom majd kipróbálni, de az már valószínűleg nem idén lesz, mert annyi szerepjátékos projektünk van idénre, hogy... Mit? Pendragont. Az mi? Az egy teljesen másik rendszer. Ez úgy működik, hogy legalábbis, ahogy én tudom, most tudom, hogy sokan néznek minket, úgyhogy lehet, hogy van a néző közönségben, aki jobban ismeri a Pendragon, mint én, de hogy az egy ilyen nagyon hardcore középkori szerepjáték, ahol ilyen évszakokban megy az idő, és ilyen bálokon kerészenni, meg lakomákon kerészenni, elmehetsz háborúzni, a családvádat örökbíted, feleséget kell találni, gyereket kell nemzeni, tudom én. Ó, de király! Lakomákra vannak mechanikák, mit tudom. Tehát ez borzalmasan hangzik. Ez nagyon jól hangzik! Ez egy nagyon érdekes játék. Én sose játszottam ilyesmit, úgyhogy majd a Pendragonnak bele akarok túrni a szabálykönyveibe, mert ha más... Ez olyan, mint egy Sims Medieval. Igen, igen, nagyon hasonló. És a szociális aspektusaiba bele akarok túrni mindenképp, mert lehet, hogy még van is benne, amit ki tudok belőle bányázni a 5. edition-höz, de mindenképpen ki akarok próbálni legalább egy-két Pendragon game-et futtatni, kíváncsi vagyok, hogy milyen egyébként. Ja, én a D&D-be is csinálnék ilyen jellegű dolgokat, csak mindig olyan karaktereket csinálok, akinek nulla a karizmája, és ezért rányomulok valakire, az néz hülyén, és kirak a házából. De most hány kávét vittem annak a varázsló csajnak is? Ja, hát nem, mint a mostani karaktered, ez karizma központú, nem? A mostani karakter, ez karizma. Ja, úgyhogy hát ha végre sikerül felszednem valakit. Na jó, most ki fogom számolni, hogy hány magunk van. Tehát akkor elméletileg... Hogy a cuki vagy. Összek hozzá elő egy kalkulátor. Oké, she just got real. Kalkulátor. Tehát 12-ször 12 gondolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, shit. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne mondjak számokat, ugye? 12. Jó, akkor ez 120 mínusz 4, akkor 116 nő bent az izében. Az üvegházban. Ez hát 5x5, 25, az 24, szer 1, 2, 3, 4, 5, a 100, 120, akkor az együtt már 240. Nem állunk jól. Egyébként. Pedig én minden nap kihalászok, vagy horgászok 2-3-at. Én is pakolászom le, mondjuk én főleg fából.
De várjátok, van hogy te vagy a másik, aki vágja a fákat folyamatosan. Igen. Van még 12 napunk. És ha ezt mindet leszedjük, akkor azt hozzá kell tenni, hogy ezt mindet leszedjük, akkor ugye abból megháromszorozzuk a magok számát, tehát akkor már most tartunk mondjuk 240-nél, akkor azzal már átlépjük az 500-at. Aha. De nem tudjuk leplentálni, ami azt jelenti, hogy a leszedés után érdemes lenne eltenni, érdemes lenne leszűrni 240 helyett mondjuk 250 magot, hogy legyen 250 magunk, és a maradék gyümölcsöt szerintem már érdemes lenne eltenni. De egyébként van még locsolónk, szóval, hogyha még nagyon sokat szerzünk magot, vagy ilyesmi, akkor még tudunk... Köszönöm, hogy nem fogjuk összevárni, ugye, hogy mindegyik egyszerre kinőjön. Igen. Szerintem... Én nem gondoltam végig, én ezt csak egy hasraütésszerűen mondom. Szerintem el kéne kezdeni, hogy ami most már megterem, annak a helyére még visszaültetünk, de nem ültetünk. Én még befejezném Hunter háza előtt a felkapált részt. Igen, ott, de hogyha az megvan, igen, és akkor, csak, akkor igen. Utána csak visszapótoljuk, ami megérett. Igen, ez szerintem jól hangzik. Hunter? Nagyon jó. Akkor elmegyek pisilni, megfelteszek egy teát. Abszolút van beleszólásod. Jelentek, amit akartok nekem én is. Vel, ebben az esetben na, akkor ez lesz. Nem is teljesen jól számoltad, mert az üvegházon kívül 6 locsoló van körbe rakva teljesen. Meg némi sallang. Jó, akkor még egy kicsit tolunk bele, és aztán azokat visszaültetjük, de a maradékot már elrakjuk. És elkezdjük leadogatni. És figyelünk végig, hogy legyen alatta ajzé. Szerinted Viki hal minket pisilés közben? Nem hiszem. Ez a kérdés már azt hiszem felvetődött többször. Nem előtt bennünk egy pár szó. Szerintem igen. Ja, by the way, kérdezted, hogy mit érdemes beszerezni. Felkerült tegnap ajzére a metagame-hez, felkerült a Rules Expansion Gifts-en. És az mi? Benne van a Sanitarius Guide, a Tasha, meg a Monsters of the Multiverse, ami egy új könyv, és egybe rakja a Volót, meg a Mordekainen Tomb of Host. Oh, wow. Úgyhogy az a Rules Expansion. Volt egy nézőm délután, aki írta, hogy tegnap rendeltem meg Metagame-től a Sanitárt, meg a Tasát, meg a Volót. Mondom. Nagyszerű. Bra. Jó időzítés. Am I have a news for you? Csak akkor hallak titeket egyébként, amikor pont a WC-n ülök, és bizonyos szögben tartom a fejem. Csak ezek akkor. Szerint most úgy tartottad a fejem. Most pontosan. Most, oké, ültem, pisültem, és hallottam szaggatottan a nevemet, és akkor így beigazodtam a pózba, amiben hallom, hogy mi történik. Mert nagyon szara a Bluetooth adóm. Ja, értem. És egyébként még úgy, hogy itt ülök egy csomószor is van, hogy szaggat, és már annyi ideje mondogatom, hogy veszek egy újat, de még mindig nem vettem egy újat. És például, hogyha kimegyek a konyhába, akkor semmi. Akkor ez semmi. Miközben, ha meg mondjuk a telefonomra van csatlakoztatva, nem a gépre, ugyanez a fejhallgató, akkor simán körbejárhatom a lakást, és semmi probléma nincs. Nagyon szépen köszönöm, Gelbend, a szabot! Üdv a feliratkozók között, és használd egészséggel az emókjainkat mostantól. Nagyon köszönöm. Én a vezeték nélküliséget imádom a lehető legjobban. Tehát, hogy az a helyzet, igen, hogy igen, köszi Gelbent, többen is ajánlották, igen. Én is csak én azért nem használom az enyémet. Én csak telefonhoz használom az enyémet. Mert nem rossz a Bluetooth fejhallgatom, viszont annyira ijesztő hangja van, amikor merül, hogy inkább nem merem használni a géphez. Mi az, hogy ijesztő hangja van, ha merül? Ilyen nagyon hangosan dudol a fülembe, amikor merül. Ó, oh, nekem csak pittyeg. Teljesen megőrülök tőle. Azt mondja, hogy pitty.
És nekem aztán akkor leveszem és felrakom tölteni. A csontrezgés és az azt mondja, hogy... Szóval nem szoktam hallgatni. A please recharge, vagy valami ilyesmi, és egy nagyon szomorú női hang mondja, és így... Bármikor lecserélném a dudogást egy szomorú női hangra. Oké. Okay. Bocsánat. Egyébként egyszer belenézhetünk a Don't Starve Together-ben. Azt tudom, hogy egyszer felléptem, Máté, miék játszottak Don't Starve Together-t, és felléptem velük Don't Starve Together-özni, és aztán valami rosszat nyomtam, úgyhogy felgyújtottam az összes kajaszárító rekket véletlenül. Szóval, hogy ez egy kemény vonalas dolog, ez nem ugyanaz, mint a Stardew Valley, de hogy attól még így ki lehet próbálni akár. Én játszottam már vele multiplayerbe is, és én egyedül nagyon gyökér vagyok. De mondjuk veletek lehet, hogy nem halnék meg. Én túlélés dolgokban, csapatban is nagyon gyökér vagyok, szóval. Igen, az helyzet, hogy az ilyen túlélős nagyon. Jó, de lehet az, hogy aki a legbénább hármunk közül, az csak megy és füvet szed. És nem kell messzire menni. Igen, de ahogy hallom, ez egy nagyon erős verseny lenne. Ó. Oh. Nézd. Yes. Yes. Itt halnátok meg. Igen, valószínűleg a Don't Starve ráadásul még én is csak meghalok általában. Bár egyébként gondolom csak utána kell nézni, ez is egy eltörhető játék, mint mindegyik. Ez usual. Forestet ajánlottam a Bess is, de én az nem tudom, hogy milyen. Amit hát csinál? A Forest, mi Dave-vel foresteztünk egyébként, szóval a Forest az valószínűleg olyan lenne, ahova Dave is beúszható lenne. Az survival horror. Jó, de ha többen vagyunk, horror, akkor nem hogy, félek. Hogy egyszer csak jön egy karakter, az bébikkel dobál, mert mint hogy ilyen... Igen, az egy elég fura a vizuális akkor élmény. Akkor attól már lehet, hogy félek. Illetve arra nagyon emlékszem, hogy Dave-vel a közös Forest Let's Play-ünk az valahol akkor tájt ért véget, amikor véletlenül rossz helyen dobtam el egy TNT-t, és kidőltek azok csinál? A fák, ahol amikre a bázisainkat építettük. Ja, well, az, hát igen. Én akarok egy Doug Game-et. Excuse me? Az melyik is? Kacsákkal vagyunk, csak annyi maradt meg belőle. De azt emlékszem, hogy nagyon élveztem, csak már nem emlékszem, hogy... Ja igen, egy 2D platformer, amiben kacsákkal vagytok, és egymást kell lelőni. Kell valakinek fa? Az a gúz-gúz? Dehogy nem. Kell? Nem, ez egy akciójáték. Gúz-gúz az Among Us. Azt mondják, Viktor, hogy megérkezett hozzám a kedvenc szektás tagod. Mi? Scrollozom a Steam library. És ki a kedvenc szektás tagom? Hát, aki hozta a jó hírt. Ó, jaj, megérkezett Mr. Jó Hír! Na, Hunter, hoztál, hallottad a jó hírt? Jaj, nem már! Hunter hallotta a jó hírt! Én hallottam már eleget, köszönöm. Megbuktam a vizsgémon belőle, nem kell, köszönöm. Megbuktál a vizsgéden a jó hírbű. Úristen, srácok! Én buktam meg konfirmálós vizsgén. Srácok, most volt mi a jó hír. Jaj. Most volt a keresztelő vasárnap. És nagyon vicces volt, mert úgy volt, hogy az istentisztelet elején volt a keresztelés, ami egyébként nagyon-nagyon pöpec volt, csak mondom, hogy én fogtam a gyereket, és nem sírt meg semmi. Szóval nagyon cool volt, nagyon ügyesen felkészítették előre. És utána ugye ott maradtunk, hát az istentisztelet végéig. És arról szólt az aznapi istentisztelet, hogy valaki valakinek írt egy levelet, amiben azt írta, hogy imádkozik, érte, hogy majd azon a napon, és az egész arról szólt, hogy azon a napon, ami ugye, nem tudom, az ítélet napja, amikor valaki meghal, vagy mindenki meghal, vagy valami ilyesmi, hogy mikor
milyen esetbe kaphat könyörületet, mert hogy jutalmat soha nem kapsz, hanem az a jutalom, hogyha könyörületet kapsz. A lényeg, hogy az egész erről szólt, és az egészet ilyen, kicsit ilyen személyre szabottnak éreztem. Így ott ülvén elmesélve, hogy igazából, hogyha... Igen, akkor csinálta jól. Itt a, és az egészben az volt, hogy itt van a lehetőség most arra, hogy elkezdjünk azon az úton haladni, hogy aztán kiérdemeljük a könyörületet. Vel, az a helyzet, hogy nálad ez így jobban alakult. Én egyszer szintén egy keresztelő miatt voltam egy templomba, ahol a bácsi, aki lelkész, nem pap, ő előadást tartott arról, hogy a műholdat földdel összekötő vezetékekkel mi a szitu. What? És ugye engem ennél a hasonlatnál elvesztett, mint egy a technológiában szemértő szemét. Ja, reformátusoknál igyekeznek kötni dolgokat dolgokhoz. Ez nem izé volt, ez nem református volt. Hát ha lelkész, akkor az van. Amúgy az a lelkész, aki most, aki volt, ő az a lelkész, aki amúgy eljött annól. Mi van aranyozva a templom? Ja, az nem a református. A katolikusoknál. Jaj, jó, cool. Azt el is elli, meg tudom mondani. Szóval, hogy ez az a lelkész volt, aki annól eljött a trónok harcába, kibeszélőbe, élőbe, a trónok harcába lévő vallásokról beszélni, meg aki volt Dave-nél Pod of the Morning-ba. És én őt nagyon-nagyon kedvelem, meg neki vannak ilyen videói, meg minden. Volt akkor. Ja, mert hogy ismerjük egymást, és én egyszer így kérdeztem is, és mondta, hogy egyszer ígyunk meg egy kávét, hogy nem, sört mondott egyébként, arról, hogy lehet-e tudatosan... Vagy elültetted, oké. Ja, sorry, elültetem. Hogy lehet-e tudatosan vallásosnak lenni. Hogy így tudatosan magadba plantálhatod-e a hitet. És mondta is, amikor a keresztelő megbeszélések voltak, hogy nem felejtette el, és ezt mindenképp meg fogjuk ejteni. Szóval, hogy kicsit éreztem benne valóban ezt a... Ez most egy jó időpont arra, hogy elkezdjünk a... Hogy rálépjünk arra az útra, ami majd elvezet minket a könyörülethez. Yes. Szóval... Gondolom ez is nagyon érdekes, mint bármi. Volt. Aj, de mindig behozza a dúd a teológiát így valahogy! Ezek református srácok, ezek értenek hozzá. Bár én most arra gondolok, aki a cseten, you know. Ja. Jó, hát... Na, szóval, na igen, hogy én megkaptam vasárnap ezt a jó hírt, hogy akár aznap is elindulhattam volna az úton. Nem indultam el az úton, de... De csak szólok, kedves, hittérítő ember, aki itt a cseteken ugrál, hogy köszönöm, én megkaptam a jó hírt. Ja, ez három csatornával odébb kezd el hirdetni, mert mi elég rendben vagyunk. Az micsoda? Oh, sorry, azt elrontottam. Az valami elég más. Elég intézzem. Na jó, mindjárt behozom a teámat. Főzött teát. Teálógia. Három csatornával arra, mert mi rendben vagyunk. Hát most... Imádom ezt a megfogalmazást. Én egy vallásos református ember vagyok. Ti meg képbe vagytok, amennyire képbe kell lenni. Báj. Rendben vagy, mi már rendben vagyunk. Azt hiszem, ez made my day, Mr. Hunter, made my day. Egészségedre. Ennek örömére azt hiszem, le kéne porolni megint a fekete Jézust. Mit csinálsz? A Sea of Thieves-ben hívják fekete Jézusnak a hajónkat. Ja. Nice. Igen, amúgy főztem teát. Hát még egy órát úgyis itt ülünk, és kedvem volt egy meleg teához. Jó tetted. Végre le tudom ültetni azt is, ahol álltál.
Ja, mert hogy egész eddig rossz helyen álltam, és nem tudtad lerakni? Vagy nem, nem álltál rossz helyen, de ott ezt nem tudtam lerakni. Még egy van ott. Viki, azt hiszem, most már betolta a boss lady-t, és csak dirigál. Nem. Mit csináljak? Mondd meg te, hogy mit csináljak! Én ezt elmondom majd neked, hogy mit csináljál. Valami viszonylag... Én azt csinálom most, hogy megpróbálom kis darabonként kihozni a magokat, hogy ne váltsak át többet magra, mint amennyit szükséges. Azt hiszem valahol vágtam valamit, és abból kiestek mérhető mennyiségű babok. Ja, én is találtam két babot. Kettőt! Jaj, de jó, ültesd le! Kettőt találtál! Milyen ügyes ez a jós gyerek. Azt tudod, hogy tudsz emgoromba lenni? Ha, tudom, bra. Sajnálom. Éges sajnálom, szemát. Vannak ilyen napok, látjátok? Vannak óra. Olyan Stardew Valley alkalmak, mikor tök kedves, meg cuki vagyok, és vannak olyanok, ja, mikor... Az. Ja, ez nem ez, a baj, ez nem az! Nem mindig tudok ugyanannyira igyekezni. Ja. Ilyen, amikor igyekszel. Nem, ez nem. Pont az, amikor nem igyekszik. Igen. Igen. Hát csak és amikor kedves, az az, amikor igyekszik. Az ugyanannyirából azt feltételeztem, hogy azért most is próbál valamennyire. Hát de nem sikerült. Ja, és lényeg. Nagyon érdekes volt, hogy az volt az egyik a téma, vagy onnan indultunk ki, hogy mit adhatunk a másiknak, és mivel fejezhetjük ki a hálánkat. És hogy persze bárkivel meg lehet tenni azt, hogy veszünk neki egy bort, vagy meghívjuk egy vacsorára, és én így ültem, hogy abszolút, én is így érzem, hogy egy üveg bor, meg egy vacsora a legjobb dolog, és azt nem mondta, hogy de akinek mindene megvan, annak megvehetjük a legfinomabb viszkit, és én így ültem, hogy igen, a legfinomabb viszkit, igen, meg elvihetjük egy steak vacsorára, igen, steak vacsora. És azt nem mondta, hogy de a legtöbb, amit tehetünk valakiért, hogy imádkozunk érte, és így ültem, hogy nem jó, értem, de közben meg egy steak vacsora, egy nagyon jó viszkivel. Tényleg egy konfirmációs előadáson nem érezted jönni el. A beszéd lényegén. Jaj, vádom, úristen. De egyébként is, tudod, arról van szó, hogy akinek mindene megvan, nem kezd feltétlen magadra venned. Ja. Jó, ez így igaz. Valószínűleg, hogyha éppen megittam volna a legfinomabb viszkit, és megettem volna a legfinomabb steak vacsorát, akkor lehet, hogy bővebben akarnék beszélgetni erről, hogy valaki igen, mit tehet igen. Még, értem. Neked nem ment át, azt hiszem ennek elé. Az az igazság, hogy... Lehet, hogy a mondandónak nem az volt a lényeg, hogy mit tehetnek, érted, hanem te mit tehetsz másokért. Igen, értem, adjak enni másoknak, nyilván. De hogy így tudom, hogy vannak olyan istentiszteletek, meg olyan misék, még a katolikusoknál is, akik aztán ilyen eléggé szigorúak tudnak lenni, hogy így valamit így át tudok emelni az életembe, és tudjátok, van valami... Például lesz, hogy mások irányába hogyan tudom kifejezni a hálámat, hogyha arról beszélgetünk, hogy hogyan tudok hálás lenni, meg hogyan tudom ezt a hálát terjeszteni, meg mit tudom én, akkor tök cool, és beszélgessünk róla, csak amikor azt mondja, hogy az ima, akkor így ültem, hogy jó, de... Hát nem meg amikor ilyen emberi kapcsolatok, hogy hogyan legyél valakivel tisztelettudó, meg a megbecsülés, meg amit tudom én, akkor ezek tök érdekes dolgok, és én szívesen hallgatom, csak amikor 100%-ban csak arra fut ki, hogy imádkozz, akkor így, jó, de azt hittem, hogy valamit én is el tudok vinni ebből. Hogy lehet leadni a nyavajás frútjait? El kell adni. Oh. Sippelni kell. Remek. Hát nem, szóval, hogy én nekem tökre szimpatikus ez az egész vallás dolog, meg egyház dolog, meg egyház közösség, meg mit tudom én, csak hogy ezt
lehet úgy csinálni, hogy én nem hiszek Istenbe? Mert szerintem tök cool. Hát, leszedhetem a szigeten a gyümölcsöket? Le, mert én nemrég leszedtem. Meg ilyenek, az lehet, hogy véleményes lesz, de például én, nekem vannak barátaim, pláne most, hogy azért idősebbek vagyunk mi is, akik alapvetően nyitottak a különböző életfilozófiákkal kapcsolatban, és ennek mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes elolvasni az Új Szövetségen. Érdemes belelapozni az Új Szövetségben, mert abban vannak tanulságos részek. Egyszer elolvastam, és úgy emlékszem, hogy nagyon tetszett is, és újra el akarom olvasni. És ezért elkezdtem az Ószövetséggel, és az Ószövetségnek nagyjából az első 100 oldala az olyan szexista, de komolyan. Az Ószövetség az nem az. Az Ószövetség... Én nem bántam az Ószövetséget, mert az írás az abszolút, de tehát, hogy az Ószövetség az egy nem vallásos ember számára nem a legépületesebb olvasmány, hogyha... Nem, mert ráadásul egy csomó minden, tehát, hogy így amikor, főleg amikor ilyen történeti dolgokat ír, ahhoz eléggé hinni kell, hogy el is hidd. Mert mint jó, értem egyébként, hogy eleinte több száz évig éltek az emberek, amúgy ez tök jó, nem tudtam. Csak ahhoz, hogy én azokat ott elfogadjam, ahhoz sokkal több hitre van szükség, mint amennyi nekem van. Hát pláne a nők kell... szerepét a világban. Nyilván. A tanait kell magaddal vinned, nem azt, hogy Noénak mekkora vizét kellett építenie, vagy mekkorát sem. Na, például, amit viszont nagyon szerettem, és végig is olvastam, pedig nem annyira könnyű olvasmány, az a Quo Vadis. Azt nem tudom, hogy ti vágjátok-e, vagy egy chatten az emberek vágják-e. Az egy regény, ami az ilyen a kereszténységnek a nagyon kezdeti szakaszáról szól, amikor így még bőven Jézus, akartam mondani, hogy Jézus előtt is, aztán rejtem, hogy nem, hanem még mikor nem volt egyház, meg így nem, tehát hogy néhány ember kezdte csak el így terjeszteni így az elfogadásnak a tanait, meg hogy szeressünk mindenkit, meg ilyesmi, meg bocsássunk meg bűnöket, meg stb. És hogy az egésznek így az elvrendszernek így a magját hordozta még csak magában, és arról szól így több történetszálon fut, hogy emberek hogyan térnek meg hogyan nem térnek meg, és az egésznek van egy ilyen nagyon holszam érzete, ahol így tényleg ott vannak azok az értékek, amin ennek így alapulnia kéne, és hogy azok tök jók, hogy így segítettek másoknak, meg nem csak magukra gondoltak, meg megbocsátották, hogyha valaki vétkezett, meg hogy ilyen teljes szemléletváltásba kezdték el néhányan élni az életüket. És nem köcsögök voltak. Ha. Nem akarom megszakítani a tant, csak azt írják meg, hogy szaggat a hangod. Az enyém? Én tisztán hallom, szóval... Nálam ez esetben nálad van szóval. A probléma. Ez nálad van, Hunter. Én is tisztán hallom magam. Viktor, szaggat, srácok? Akkor... Én esetleg szaggatok, ha nem tudom, nem csak szedem ezeket a bogyókat ezekről a bokrokról, hanem beszélek is közben. Ja, szaggat, Viktor. Akkor... Nem tudom. Akkor Viktor, nem tudtam megtéríteni a nézőidet. Pedig nagyon próbálkoztam. De, csak szaggatva. Az enyémet nem kell feltétlenül. De... Wait, van hang? Micsoda, Viki beszél? Képzeljétek el, annyira tisztességesen áttöltöttem az összes múlt heti vodot, még nem publikáltam ki őket. Látom, de... Azért, mert van csatornád. De ma reggel nekem... Neked 30, jól, 30 ezres csatornám van! 30 ezres! Na, és nagyon király, mert hogy nincs rajta hang. Beidőzítettem ma reggel 8 órára, hogy menjen ki, volt képe, minden, tök cool, levágtam az elejéről a visszaszállalat, sőt, ezt igazából félbe kellett vágni, mindegy, és a YouTube editoron belül, és valamiért egyáltalán nem volt hangja. Úgyhogy áttöltöttem újra is elvileg, most van hangja, majd stream után megcsinálom és publikálom. Jó hír, de hogy ez én... egy ilyen döcögős indulás volt. Küld már a linkedet.
Én őszintén szóval lekattintottam, és nem csak lekattintottam, hanem hagytam futni, és nem csak hagytam futni, de letöltöttem. Mert ugye azzal teljesen szétvered az izének az algoritmusát, vagy algoritmusát, a YouTube prémiumot. Mert ugye, hogyha letöltöd, akkor onnantól kezdve nem tudja mérni, hogy mennyit nézel meg belőle elméletileg állítólag. Szóval, hogyha letöltöm, akkor ez egy full watch time-ot jelent neked. Elvileg. Jó. Nice. Ja. Úgy néz ki, hogy meg nem tudom, mi történt. Jaj, bocsánat. Szóval azt mondtam, hogy wow, és hogy nagyon szépen köszönöm. Ilyen no shit, de azért ennél egy kicsit eltöbb rakjót vártam. Bocsi, voltam némítva. Le voltam némítva, de... Ugye a Twitch-emre linkeljem. Igen. De nagyon szépen köszönöm, ezt nem tudtam, és ezt jó tudni, és én nagyon... Nem vagyok én sem 100%-ig biztos benne, csak nagyon hogy... Nagyon előzékeny vagy. Csak hogy elméletileg ez így, én azt hallottam, hogy ez így működik. Szóval srácok, a lényeg, Vikinek most már vannak vodjai YouTube-on, ha valaki amúgy nézni. Korábban is voltak, csak sose volt rendszeresen, úgyhogy most most mindet átfogom. Nagyon menő. Megpróbálok minden streamet áttölteni, és akkor most nyilván kicsit lassabb így az indulása miatt, de... Huszkál feliratkozóba! Srácok! Ja, ez az izéból lett. Ja, értem. Hát ez még miből? Az eredeti YouTube csatornája. Az a gameplay csatornám. Az, srácok, az olyan öreg... Azt tudjátok, amikor még nem volt Sims 4? Igen. Szóval... Meg is lepett, mondom, miért van rajta 20 000 feliratkozó. Hanem a nem, ez a gameplay volt, gameplay. Igen. Úgyhogy ezen kérlek szépen még Minecraft is van. Az egyébként, hogy hozzá kell tenni, hogy akkor nagyon hasonló a feliratkozó számod a Watch csatornán, mint az enyém. De ez mennyire menő, hogy kidobta neked? Akkor jól csinálsz valamit. Nem, hát valószínűleg hosszú idő után feltöltöttem egy videót, és akkor kipróbálja, hogy nézi ezt még valaki. Hát egy ilyen öreg csatornánál nem feltétlenül próbálgat szerintem. Bár a franc tudja, hogy ilyen régi csatornáknál hogy kezelik ki a helyállást, nem. Hát nálam például nem létezőként. Igen. Nincs kim, de majd csinálok. Az én kontentemet azt nem nagyon ajánlgatja helyekre. Ha a YouTube alapján mondanám meg, hogy embereket érdekel a munkásságom, akkor a válasz nagyon egyértelműen az lenne, hogy nem. Ami egyébként lehet igaz, nem erről van szó, csak hogy... Köszönöm. Más statisztikák meg más mutatnak. Nagyon cuki, Tomi beírta, hogy ide tessék Wiki stream vodokért, és berakta a linket, de még senki se kattintson rá, mert még nincs kinn a vod. De amúgy iratkozzatok fel. Vannak fenn dolgok. Iratkozzatok fel, jó, hát nagyon sok régi content van, ez így igaz. És miután oda feliratkoztatok, iratkozzatok fel ide is. Ha Prime-otok van, akkor azt adjátok Hunternek. De ide is fel lehet iratkozni, és annak sokkal jobban örülök, mint hogyha oda iratkoztok fel. Ez annak is örülök, hogyha oda feliratkoztok. Ja, ez igen. Majdnem volt nagyon jó, mint Linus Tech Tips plug. Majdnem. Miért, az milyen? Ó, én például kaptam is egy szabot. Én megkaptam egy falót, köszönöm szépen. Nagyszerű, most nekem is csepegtessetek valamit, emberek. Jó, én Krisztől kaptam, nem is vagyok benne biztos, hogy ez számít. Na jó. Én Krisztől kaptam chili szósz, számít, szóval. Csak nyilván... Abszolút számít, csak hogy értitek, hogy úgy értem, hogy nem számított, hogy jaja, nem Krisz. Új szabként érkezett a dolog. Az a helyzet, hogy ha nem új vagy, akkor le is szar, Viktor. Ellenben én? És az a jó finom Prime, azt Hunter nagyon szereti. Ja, bár csak a Twitch is szeretné annyira, hogy nem veszi el a 2/3-át. Csak 30%-ot veszel. Jó, igen, nem, a Prime-ból kevesebbet viszel. Azt hiszem, Prime-ból. Igen.
így néha látok Twitch-en felpörögni embereket, akik így elkezdenek arról beszélni, hogy de hogy csináljunk már valamit, hogy a Twitch ne vigye el a bevételek hatalmas részét, és akkor így nézem ezeket a tweeteket, hogy jaj, de cukik vagytok. Sok siker. Sok sikert, igen. Abszolút, abszolút sok sikert, srácok. Igen, nem vagytok egy Taylor Swift a Spotify-jal. Sokszor olvasgatok ilyen posztokat is Redditen, akik szóval nagyon sokan rágódnak ugye azon tartalomgyártók között, meg ilyen nézők között, hogy miért van az, hogy egy csomó ember, ami után eléri az affiliétet, utána hagyja abba. És hát nyilván van azért, mert hogy az emberek rájönnek, hogy az affiliate önmagában nem jelent semmit. Tehát, hogyha ha az alsó, rengeteget jelenthet egyébként, tehát, hogy gondolom Hunter erről pont hát úgy. Onnantól lehet feliratkozni, nem? De hogy én nem is, Igen, de tudod, hogy az affiliate-nek mi a határa egyébként? Hogy értem? Mert nem te, hanem Viki, mert tudod. Ja. Tehát, hogy nem. Mikortól kapja meg valaki az affiliate-et? Három konkurens nézőtől. Igen, tehát, hogy... Oh. Jó, nem ennyi, tehát hogy valami... Nem ennyi, nyilván van egy csomó minden más, de hogy nem nézőszámilag. Azt hiszem, hogy valami ötször kell streamelned havonta, meg valami, nem tudom, valami nagyon alacsony átlag nézettséget. Tehát egy ilyen streamelsz egy párszor, meg fogod kapni ez a free-et, tehát it's fine. Aha. Érted, ez nem igaz, mert lehet, hogy egy csomó embert nem éri el, de ha streamelsz egy párszor, és esetleg vannak, érted, van minimális kapcsolatot Twitch-en, vagy van valami útmód, ahogyan tudsz embereket oda irányítani, érted, bármi, akkor meg lesz. Egyébként nyilván ezt szeretem képzelni, hogy vannak emberek, akik évekig küzdenek ezzel, mert egyébként nulláról eljutni 10 nézőre iszonyatosan kemény Twitch-en. Egyébként igen. Ez igaz. Iszonyatosan brutális, de hogy attól, mert valaki megkapja az affiliate-et, attól ez nem jelenti azt, hogy ez a megélhetés közelébe kerül. És hogy szerintem nagyon sokan azt gondolják, vagy úgy érzik, hogy ő neki, attól, mert megvan az affiliate-je, onnantól... Hogy elkezd pénzt keresni. Hogy ő neki onnantól lesz bevétele, de hogy akár még annyi, hogy mondjuk, értitek, hogy mondjuk elkezdhessen fejleszteni, vagy bármi ilyesmi, de hogyha három ember néz, abból potenciálisan nulla ember fog szabolni. Igen. Igen. Illetve lehet, hogy ez egyik haverot szabol, de hogy ez meg az akkor egy haveri szab, tehát hogy akkor az nem... Értitek, tehát hogy ez... Hát... Én amikor először elértem az affiliate-et, az nagyon régen volt egyébként, az még akkor volt, amikor rendszeresen overwatch-oztunk, és akkor más is volt egyébként a Twitch-nek a policy-e például a kifizetésekkel is, mert akkor én emlékszem, hogy én jó, hát nem kaptam akkor sem pénzeket belőle, de hogy kaptam 4-5000 forintot belőle kétszer vagy háromszor, és az elég volt arra, hogy például a WoW előfizetésemet befizessem. De hogy most arra meg már ez sincs, mert hogy most arra meg, hogyha nem éred el a 100 eurós kifizetési határt, akkor nem fog meg kifizetni téged sem ennyi pénzzel. Így van, és igen. Nagyon sok affiliate ül ott ilyen 20-30 euróval a számláján, évekig aztán az ott besül, mert ennyi. Ja, de hát így működik az izé is, nem a Google Ads. Igen, a YouTube is ugyanígy működik. Én csinálom ezt most már rendszeresen ilyen több mint egy kicsivel, nagyon kicsivel több mint egy éve rendszeresen, de hogy én sem kapok minden hónapban kifizetést például. Ez van. Nem kolbászból van a kerítés. Nem, nincs. És hogy ez ráadásul szerintem az affiliate-eknél, tehát hogy valahogy úgy hype-olja az affiliate-et, meg úgy van felépítve az affiliate, hogy az ilyen, tudjátok, ilyen achievement-ek, egyik, másik, mit tudom én? És ugye ez utána véget ér, tehát utána csak a grind marad gyakorlatilag, és a Twitch egyébként, most az egy másik kérdés, hogy az ember élvezi-e, nem élvezi, nyilván ha nem élvezi, akkor sokkal nehezebb csinálni, de hogy alapvetően a Twitch iszonyatos grind. Van hát achievement a partnernél is, de az nem olyan, amit így elfogsz, tehát hogy az affiliate-ek azok ilyen tum-tum-tum-tum meg lehetnek. A partnernél azt hiszem úgy van, hogy 30 nap alatt kell 25-öt streamelned, vagy ilyesmi? Hát nincs valami 35 órát kell streamelned, ha mondta, hogy 36-ot, mert nem is emlékszem rá,
75 átlag néző kell, és akkor megvan adva, hogy hány napot kell streamelned. De teljesen mindegy, mert ráadásul a partneri achievementet hiába éred el, mikor el is éred, akkor sem biztos, hogy megkapod a partnerséget. Mert... Igen, igen. Na és ez az igazán durva. Ez a köcsökség. Szerintem nem, egyáltalán nem köcsökség. És az a helyzet, hogy én személy szerintem, hogy én valószínűleg a gonosz, én ezzel abszolút egyetértek, és pont ez, ahogy most ezt így, ahogy én erről tudomást szereztem, ez pont egy marha jó bizonyíték. Ugye a partner, mint kommunikáció, az onnantól kezdve azért már egy ilyen kölcsönös együttműködés a Twitch és a tartalomgyártók között. Tehát ugyanúgy, hogy tehát nem csak fizet neked igazából azért a Twitch, de alapvetően igen, de hogy azért értettem, mint Twitch partner vagy onnantól jelen. Tehát ugye erre így érted, azért az így egy más... Értem, más... nekem a problémám az, hogy úgy van marketingelve, hogy ha te azokat az achievementeket megcsinálod, akkor te partner leszel. Igen, ez a baj probléma. Vele. És ráadásul nem is csak sziasztok. Olyanok vannak, hogy hirtelje Juli, nagyon szépen köszönöm a raidet, sziasztok! Olyanok vannak, hogy Dankpods, akinek Stadium most az 1 Viktor a Hunterre felkiált olyan multi, és éppen Twitch-es dolgokról beszélgetünk. Valami 500 nézővel, konstans 500 nézővel, meg egy 1 millió szabos YouTube csatornával, mert nem akarja neki megadni a Twitch. Na és szerintem az a baj, furán, ez a baj. Egyébként szerintem az, hogy attól, mert valaki mondjuk egy hónapban teljesít, mondjuk, vagy két hónapban, teljesen mindegy, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyébként azt a grindot, ami amúgy a Twitch tartalomgyártás, az akár remotely menni fog neki. Igen, én tökre egyetértek azzal, hogy igenis legyen megszűrve, hogy ki lehet partner, meg ki nem lehet partner, és nem feltétlenül kell ehhez számokat kijelölni. Igen, pláne így. Mert hogy mindenkinél mást jelentenek ugyanazok a számok. Legalábbis a legtöbbször. És pontosan ezért tartom tök károsnak, hogy vannak achievementek, amit hogyha elérsz, akkor azt csugalja, hogy majd akkor te partner leszel, és utána jön a pofárás is, hogy lehet, hogy te már hónapok óta mindig teljesíted, de mindig visszadobják a partneri jelentkezésedet. Igen. És egyébként vissza is dobják. És ez a köcsökség szerintem. Több ember, és most ugye a koronavírus idején, az elején, amikor nagyon sokan voltak otthon, akkor legalábbis nekem az a tapasztalatom, nyugodtan mondjátok, ha ti nem úgy vettétek észre, hogy ennek köze lenne hozzá, de nagyon sok ember kezdett el streamelni, mert volt ideje. Nyilván, én így is. Vagy úgy meg volt a technikája. Igen, de te partner voltam előtte, nem? Mert ezt téged nem érint. Ja, nem, igen, én előtte, nem, én előtte lettem partner, igen. Mert én még talán januárban az lettem. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokan kezdték el, akik egyébként nem feltétlenül konstans tartalomgyártók, nem feltétlenül akarják ezt, viszont most ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon hülye hangzik, de hogy legyünk őszinték, onnantól, hogy megvan az affiliét, onnantól igazából kereshetsz vele pénzt. Semmi tehát különbség. Hogy onnantól igazából titulus különbség. És azért vannak mondjuk partnerek, akik tartalomgyártóként ugye partnerek, akik már mondjuk, ha magamra gondolok, 10 éve csinálja ezt. Érted, mire gondolok? Ja. Hogy... Igen, értem. És szerintem ez teljesen igazad van, meg teljesen jogos. Nekem pusztán azzal van bajom, hogy ez úgy van kommunikálva, ahogy. Az a káros, igen. Szerintem. A kommunikáció... Én tökre oké vagyok vele, hogy... Nekem tökre oké, hogy... rámutogasson, hogy te igen, te nem, csak akkor ne csináljunk úgy, mintha ez egy objektív rendszer szerint működne. Igen. Mert hogy nyilván övék a döntés. Nem. Az affiliate az abszolút. Megnyomod a gombot, aztán megkéri is a papírjaidat, aztán hello van. Elkezdtem eladni egyébként a kvi frutokat. Ó, nice, nekem most van pár babom, azt elültetem. Nice. Szóval, hogy ez egy ilyen tök érdekes, nem tudom, ez egy ilyen tök érdekes kérdés. Amúgy az például én tökre szeretem, hogy mostanra a YouTube... Köcsögvárjuk. Az... annak tök ilyen exakt a folyamata, igen. Hogy hogyan... Igen, tök egyszerű, vagy tök jól megmondják, és egyébként
az ilyen igények tekintetében ilyen pont a Twitch affiliate meg a Twitch partner között helyezkedik el nehézségben szerintem. Hát azért azt nem annyira feltétlenül könnyű elérni, de igen, abszolút értem. Nem könnyű elérni, csak hogy csak mondjam, nem is lehetetlen. Az van, hogy a Twitchen a legnehezebb a partner státuszban a 75 átlag néző, mert hogy az ilyen nagyon furán számolja, mert a raidek nem számolnak bele, ez nem számít bele, az ilyen weird egy kicsit a dolog. Ja, hát a 75 az már ilyen, igen. Még ha rendszeresen számolod, meg akkor sem feltétlenül jön ki furán, vannak olyan hónapok Twitch-en, amikor még a nagyoknak is nehezebb, meg... szóval a 75 átlag nézőt elérni, az szaksz. De a YouTube-on az, hogy elér 4000 nézett órát, meg az, hogy elér 1000 szabot, az aha, nem akkora hatalmas kíves, hogy konzisztensen töltesz fel. És legalábbis olyan dologról töltesz fel videókat, amik ilyen halfé érdekli az okay, embereket. Oké, igen, nyilván ettől függetlenül meg lehet csinálni konzisztensen is azt, hogy mondjuk semmi más nem csinálsz, és egyébként ilyen Herbie contentet gyártasz, igen, mondjuk. Tehát nyilván azzal is lehet radar alatt maradni. Tök érdekes, egyébként mindig content tekintetében mindig Herbie-t hozom fel ilyen negatív példának. Személyesen nincsen semmi problémám úgy Herbie-vel. Nem ismerem, mondanám, hogy ismerem, de hogy a kontentjét nem tartom így igazán minőséginek. De, nem hinném, de szerintem hogy a legtöbben már nem tudják, én hogy ő kicsoda. Ő már nagyon régóta nem videózik, nem? Van egyébként, hogy volt egy időszak, amikor Herbie majdnem, vagy nem is majdnem, de Magyarország legfeliratkozottabb csatornája volt. Pontosan. Hát én azon ott kitilteltem, tehát hogy... A továbbiakban sincs vele személyesen semmi problémám, de ezzel elviekben azért van. I don't know, ő még aktív? Annyira. Hogy ne lenne aktív? Már mint naponta három, négy videó aktív. Most is? Hát ugyanazt a hulladékot töltik valami, érted, ilyen így eszébe jut valami, azt egyszerűen így felrakja hirtelen. Tehát, hogy nyilván ja, de így kell elképzelni, igen. Tehát, hogy aki reggel kiül a teraszra a cigi sörrel, és akkor és elmondja, addig hogy... Elszívja, addig elmond valamit, igen, kamerába, és már igen, megy is föl. Igen. Igen. Minden, tehát, jelzi, hogy vágás nélkül, legalábbis vágás régen nélkül ilyen volt. Ó, oh, wow, nem akartam most a reneszánszát elindítani, hogy őszinte legyek. Én olyan embereknél is láttam elképesztő subscription számot, akik nem csináltak semmit, csak évekig azt kamerázták, hogy pipáznak egy webkamerába, és abból töltöttek fel napi három videóhoz. Hát ez a... Kérdezik, hogy ez a Pali nem betege, ő, neki nagyon sok problémája van egyébként mentálisan, de hogy erről beszélt annó. Én dolgoztam vele annó, amikor ilyen brutálisan nagy volt, és én egy csomószor telefonon is beszéltem vele, meg minden. Egyébként egy ilyen végtelenül gyámoltalan cuki ember, attól független, hogy szerintem is abszolút trash, és amit csinál, értékelhetetlen. Hogy... Igen, de hogy neki amúgy agorafóbiája van, és azért kezdte el egyáltalán csinálni, mert hogy ő nem ment ki a lakásból, meg ilyenek. Igen. Tehát, hogy ha így erről beszélünk, akkor nagyon nehéz egyébként úgy beszélni valakinek a munkásságáról, hogy ezt elítéled úgy, hogy közben az embert nem. Hogy nem ítélem el, az ő munkásságát sem ítélem el. Tehát, hogy én nem ítélem el, hogy ő ezt csinálja, de magát a tartalom attól szerintem a trash kategóriába tartozik, mint kategória. Uh-huh. Ja, és nem akarsz sértő lenni. Az animás közöttában abszolút rakott. Az más, nyilván animás között nem lehet zéró munkával csinálni. Viszont ez nem tudom, lassan wow, volt, hanem több. Tudtátok, hogy az üvegházban hátul középen van egy vizes tartály, és abból lehet vizet kimérni? Igen. Ez nagyon sok percet megspórolt volna nekem 3 évvel ezelőtt. Nagyon sok balhé volt. Aztán egyébként nyilvánvalóan, ha mondjuk csak meg... Én ezért nem is szerettem egyébként megtekintés alapján mérni, hogy egy content az jó-e vagy nem. Ja, uh-huh, nem. Mert hogy egyébként általánosságban megnéztek, nem tudom, vágjátok a... Ki volt az az idióta, aki videózott a Japánban, az erdőben, az öngyilkosról? Jake Paul. Na, ő neki vágjátok most a Pokémon kártyás sztoriát? Nem.
Mit csinál? Logan Paul. Ugye most nagyon-nagyon nagyon mennek a gyűjtői kártyák, meg ezek a cuccok. Ja. Amik ilyen, igen. Nem tudom, így úgy izék. És ezt a sztorit egyébként is követtem már amúgy, mert tök izgalmas, hogy hogy hitelesítenek egy ilyet. Igen, az nagyon király, ahogy az emberek, akik tényleg akarnak vele kezdeni valamit, hogy hogyan bontják ki például. Igen. Na, és megjelent egy, még régebben, tehát ugye ez egy régebbi sztori kezdemény, hogy még régebben megjelent egy eBay-en, kanadai eBay-en, azt hiszem, megjelent egy csomag, Pokémon, ilyen első generációs, ilyen nem tudom milyen pack. Sajnos nem értek kellőképpen a Pokémon kártyákhoz ahhoz, hogy el tudjam mondani, de olyan packek, amikben így több lap van, és első generációs, szóval mostanra ez már ilyen tök értékes is lehet, és akkor ebből ilyen booster pack talán, vagy valami ilyesmi neve van a dolognak, és ebből van ebben a dobozban összecsomagolva 5 vagy 6. És ennek azt hiszem darabja megy ilyen 450 000-500 000 dollár körül. Yeah. Wow. És akkor megjelent egy ilyen csomag, amiben van ebből 5-6, és egy pillanat csak vásárlok közben, és ilyen lehetett látni, hogy bottal sem böködik egyébként a komoly gyűjtők. Uh-huh. Tehát ilyen 75 000 dollárért vette meg valaki egyébként. De hogy ilyen komoly gyűjtők nem szálltak be a licitbe egyáltalán. Uh-huh. Akikről én nem tudom, hogy ki a komoly gyűjtő, mert ugye én nem értek ez annyira, de hogy olvastam összefoglaló cikkeket, és abban, akik a saját elmondása szerint, meg a honlap adatai szerint 10-20 éve ezzel foglalkozik, és vezeti a honlapot, ami így a Pokémon kártya gyűjtéssel foglalkozik, szóval gondolom így itt is vannak ugyanolyan gyűjtők, mint ahogy gondolom a sportautóknál is vannak ilyen ismert gyűjtőnevek. És akkor senki bottal se bökötte ezt a dolgot, de azért végül 75 000-ért sikerült eladni, és ilyen nagyon gyanús volt, hogy ilyen fura sztorik voltak az eredetéről a paknak, és változott is a fura sztori. Tehát, hogy ilyen vett ingatlant, ott találta a padláson, és akkor nem tudom, ez a gyűjtőknek általában egy ilyen rossz jel, mert a talált kártyák minőség általában nem olyan jó, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. És aztán egy másik történet, hogy nem tudom, a nagymamájától kapta, de szóval az a lényeg, hogy 3 különböző történetet adott elő, amikor emberek érdeklődtek utána, hogy pontosan honnan eredhet ez a pakli, és aztán a végeredmény az lett, hogy valaki 75 000-ért vette volna meg, de nem vette végül át, mert azt ígérte az árusító, hogy megnézheti, mielőtt megveszi, és repülővel hazahozhatja ő, de végül nem engedte, hogy kiutazzon és megvegye, úgyhogy ő elállt, úgyhogy végül nem is tudjuk, hogy mennyiért adta el, de valahogy sikerült eladni a valakinek ez ezt a elég pakot. Elég shady. Ez már önmagában elég shady, de utána sikerült, azt hiszem a második vevő, tehát azt hiszem ennek a vevőnek, aki megvette, sikerült a kártyapaklit hitelesítenie. Egy kosárlabda kártyákra, meg sportkártyákra szakosodott cégnek a hitelesítő szakemberével, akik nem kommunikálták le, hogy milyen módon hitelesítették. Tehát, hogy történt a hitelesítés folyamata, amit ugye általában szintén el szoktak mondani, mert ugye ebből legalább lehet tudni, hogy mi a hiteles, tehát hogy mit értünk az alapján, hogy hitelesítették. Úgyhogy az az ember, aki megvette valamennyire, amit nem is tudunk, de simán lehet, hogy olcsóbban, mint 75 000-ért, ő már azt hiszem 2,5 millió dollárért adta tovább. Oh. Egy alapvetően kosár, vagy 1,5 millió dollárért, tehát valamilyen magasságban adta tovább, egy alapvetően kosárlabda gyűjtéssel specializálódott, és azzal foglal kosárkártya, nem kosárlabda. Szóval kosárlabdával kapcsolatos kártya gyűjtésre specializálódott arcnak. Kosaras kártya. Kosaras kártya gyűjtőnek, igen. Aki továbbadta Logan Paulnak 3,5 millió dollárért. Hell yeah. Jézusom. Yeah. Tehát, hogy útközben az ár már felmászott 3,5 millió dollárra. És amikor ez megtörtént, akkor nyilván Logan Paul gondolom csinált róla kontentet. A kibontásról? Nem a kibontásról, nem nyúlt hozzá. Ja. Nem nyúlt hozzá, hanem egyáltalán arról, aha, hogy megvette.
És akkor született meg a cikk, hogy alapvetően, ha egy kicsit utána olvasott volna, miatt elkölt 3,5 millió dollárt, ami barátok között is, most nem tudom pontosan mennyi forintban, de 750 millió környékére simán be lehet lökni így tipre, ha nem csinált valamit nagyon a dollár, vagy nem maradtam le valamiről. Nem nézett utána valószínűleg semminek a sztorival kapcsolatban, hogy honnan ered ez a pakli, mennyire hiteles. És megjelentek ugye képek a csomagról, mi szerint az egyik cikk írója, akit olvastam, ő viszonylag tételes listát írt arról, hogy miért tűnik nem hitelesnek. Tehát, hogy nem a ragasztószalag, amit használtak, azok tudjátok, ilyen megjelölt ragasztószalag. Tehát, hogy így rajta van a cég neve, rajta van, nem ugyanolyan távolságra vannak a szöveg és a minta elemek, mint az eredeti ebben a korban származó ragasztószalagon. A vonalkód mellett használt termékazonosítóban benne van egy egyes, ez majdnem 1 milliárd forint, nagyszerű. Benne van egy 1E a kód végén, de hogy az 1E-t nem írták oda, csak évekkel későbbtől. Tehát, hogy ennek az első generációs cuccoknak nem volt a vonalkódjának, vagy a termékazonosítójában 1E. Ha megnézed a vonalkódot, az nem is írja az 1E-t. Tehát, hogyha azt kiváltod, ugye az termékazonosító kódot kell, hogy visszakap. De annak nincs ott a végén az 1E. Csak az a többi számrész. És akkor ilyeneket írtak még, hogy mit tudom én, a jelzés, hogy ez micsoda, ami rá van ugye a dobozra rakva, azt ilyen hőpapírral csinálták annó, és ez a 80-as években, vagy mikor készült, vagy mit tudom én, még régebben, és ez mostanra úgy vakult, hogy barnává vált a szöveg. Ez meg teljesen friss fekete. Kicsit vakóbb fekete, de fekete. És akkor így tudjátok, így végigmennek rajta, hogy szerintem miért nem lehet eredeti ez a csomag. De ugye nyilván nem tudjuk a tartalmát, mert hogy nem nyitják ki, mert hogy ugye gyűjtői cucc, nem nyitják ki. De hogy így alapvetően úgy néz ki, hogy ez nem eredeti. És vagy a nyomás miatt, vagy a nem tudom miatt Logan Paul végül kinyitotta, és legjobb tudomásom szerint nem, hogy nem eredeti, de hogy a nagy része nem is Pokémon. No! No! Yep. Pedig egyébként bele lehetett volna tenni a legszarabb szart, leggyakoribb akármicsodát. Egyébként igen. Azért legalább ennyi effortot rakhatott volna bele az, aki egy ilyen másolatot megcsinált. Ja, meg ilyenek, hogy ilyen fóliázásokat néztek, hogy a fólia, amit használtak, az egy későbbtől használt fólia volt, tehát hogy megpróbáltak azért valamennyit belerakni a csalók ebbe, de hogy messze nem raktak bele annyit, hogy valódi tehát a gyűjtéshez, igen, meg a gyűjtői értékhez valóban értő emberek, azok ne tudják kiszúrni. Hát jó, de még így is valószínűleg rohadt nagyot szakartottak rajta. Hogy Yu-Gi-Oh kártyák voltak benne. No. Mi Yu-Gi-Oh kártyák voltak benne, és ezt nem ismerték fel. Hát a Yu-Gi-Oh kártyák, azok nem is szabálynak. Ne, várjál, kiderült, hogy a cég, aki a hitelesítést végezte, nem G.I. Joe, szerintem nem Yu-Gi-Oh volt, hanem G.I. Joe azt volt benne mondom. Egyébként, de hogy nem bontották, nem bontották, hogy kamu. Ki a 6-os vagy 5-ös kartondobozt. Tehát már a normális dobozokig sem jutottak el, a Pokémon dobozokig sem. És a hitelesítő cégnél ők a továbbiakban sem nyilatkoztak, de megjelent a honlapjukon valami extra szöveg az eljárással kapcsolatban, és náluk, ami arra utal, hogy náluk a hitelesítés annyi volt, hogy megnézték, hogy a ragasztószalag sérült-e, és mivel nem, ezért az bontatlannak minősítették. És ennyi volt a hitelesítés. Nice. Állítólag, tehát nem tudjuk pontosan, hogy ennyi volt ebben az esetben a hitelesítés. És ez egy híres hitelesítő cég. Nem Pokémonban teljesen ismeretlen. Sportkártyák esetén ez egy híres hitelesítő cég, igen. Tehát csináltak valamit, amihez nem értenek. Igen. Hát alapvetően csináltak valamit, és mások meg nagyon sok pénzt csináltak abból. Hogy útközben ettől függetlenül ott van a kosáros kártyagyűjtő arc, akinek kifizettek 3,5 millió dollárt. Igen. Hát igen, és akkor ő most felelősségre vonható? Igazából hát az, nem? Ő nem, mert ő is úgy vette. Tehát ha ő felelősségre vonható, az előtte lévő ember is felelősségre vonható. Igen, most akkor végig akarsz menni láncon, hogy melyik idióta volt az, aki...
És nyilvánvalóan gondolom a hitelesítő cégnek blamázs. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy nekik nem jó a biznisznek a továbbiakban. Hát belőlük, hogy miért lesz a továbbiakban. Tehát, hogy az így, az meglepne, ha ők a továbbiakban is boldogan élnek, míg meg nem halnak. Ja. Ja, amúgy ilyen nem nagyon van, tehát, hogy akármennyire is mindannyian szeretnénk hinni a tündérmességbe, ilyen nincs, hogy találsz a padláson. Olyan állapotban, hogy ez értékelhető az legyen. Ez nem tehát, teljesen hogy... igaz. Én írtam a GSO-ra egy hírt, egy nem is tudom már miről, egy első generációs valami nagyon ritka Pokémon lap. Ja nem, várjál. Lehet, hogy tévedek. Nem, tévedek, bocsánat. Nem folytatom. Mert nem Pokémon lap volt, hanem bocsánat. Tök mindegy, valamit találtak a padláson, Mario, gondolom, ami értéke. Mario Kart is volt. Nem, egy srác talált, mert kihúzott cuccokat a gyerekkori... Zelda? Igen. Kihúzott cuccokat a gyerekkori... vagy a régi irodájából, na. És vagy a régi szobájából, mindegy. És hogy pakolt ki az egyik fiókjában, talált egy Zelda cartridge-et, ami bontatlan volt, mert amikor kapta ajándékba, akkor így bedobta a fiókba, és soha többet nem foglalkozott vele. És annyira ritka, egyrészt hibátlan állapotban volt, másrészt pedig annyira ritka verzió volt, hogy ebből az értékelőbizottság azt mondta, hogy ebből valószínűleg még egy ilyen nincs a világon, mert ebben volt valami a fóliának a metódusa, hogy be volt csomagolva, az teljesen más volt, mint a későbbi Zeldáknál. Úgyhogy csávó, hazamentünk. Jó, de persze, na, a tündérmese alatt azt értem, hogy egyszer nagyon ilyen történik. Meg az a helyzet, hogy Pokémon mert hogy azért ezeket padlás, nagyon... viszonylag amortizáló környezet. Igen, amúgy. Na, azt akartam mondani, hogy azért az, hogy értékelhető állapotban legyenek, azért, hogyha valamit egyszer egy, nem tudom, 30 évvel ezelőtt bevágtad egy kartondobozba, aztán azt felraktad a padlásra, ahol akkora hőmérséklet ingadozás van, meg egyáltalán... Igen, meg a por, meg a minden, hogy az tönkre teszi. Tehát, hogy egy-egy ilyen csomagolást, hogyha így 30 évig ide-oda dobálod a padláson, az simán szétmállik gyakorlatilag. Ja. Hát nekem vannak olyan hatalomkártyáim, amiknek elég súlyos értéke van egyébként, de én azokra vigyázok is, mint a muszáj lenne, mert muszáj egyébként. Volt egy tök jó kis hatalomkártya gyűjteményem, mert mindig csak a 400 forintos csomagra volt pénzem, ami 4 lap, és az gyakorlatilag a legjobb lapok igen. voltak benne, és aztán elázott az egész paklim egyben. Oh, brother. Ja. Én rendeltem, amikor most a Mekibe volt ugye ilyen akció, hogy volt Happy Mealhez. Vettem azt hiszem 3-at vagy 4-et, de hát lószar sem volt benne. De hogy ilyen nagyon... Tettél el bontatlan csomagon? Nem, mert hülye vagyok. Well, yes. Hát akkor mindegy. Ezt mondtam az összes nézőmnek kb. Amikor elkezdett az akció, hogy vegyetek ezért bontatlan csomagot, rakjátok el, hogy 10 év múlva el lehet adni. Ja, basszus. Ráadásul ugye nagyon gyorsan felvásárolták, mert hogy árulták igen. külön is. Hunter, hol voltál akkor az életemből? Hát miért nem szóltál nekem? De én nekem szóltam. Aztán biztos én nem szólt. Én mindenkinek elmondtam 20-szor, hogy vegyetek, és ne nyomtsátok ki. Jött egy ilyen kérdés, Hunter, és szerintem erre te lehet, hogy jobban tudsz válaszolni, mint én, hogy van rengeteg HKK-ja, és hogy hol lehetne így megszabadulni tőle, és hogy igazából nem is kell feltétlenül pénzért, csak hogy valami... Jaj, Maris, most látom, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rédet, sziasztok, ne haragudjatok, nem figyeltem. Stádiumvelizünk Viktorral és Hunterrel, hogyha beírjátok, hogy felkérjátok a multi, akkor megkapjátok azt a linket, ahol láthatjátok mindannyiunk nézetét egyszerre, és közben beszélgetünk ilyen mindenféle Twitch-es, meg most már Pokémon kártyás. Fló, nagyon szépen köszönöm a fél évet, kitartást a sok munkához, és nagyon köszi, nagyon örülök, hogy itt vagy. Amiket először felkeresek. Minden olyan kártya, aminek a szélén nem gyakori, ritka jelölés van, hanem valami kép van,
mert valamelyik booster packból származik, azok de facto sokat érhetnek. Nem azt mondom, hogy sokat fognak érni, csak azt mondom, hogy valószínűleg sokat érhetnek. Igen, amiket te leszettél, azokat viszed eladni, ugye? Azokat, ja, még nálam van, de eladom, igen. Hogyha jó. Azért mi nem adtam nálam? El, mert nem tudtam, hogy neked van elég. 84. Visszaütettél mindent? Még nem ültettem vissza mindent, de hogy ja, el kell kezdenünk valahogy eladni, mert hogy nem jó, haladunk akkor én olyan ezt... jól, mint szeretnék. Megvárom, hogy... Én szerintem hogy... vissza fogok tudni ültetni, de hogy várt, igen, hogy ne add el addig, de hogy szerintem ne is kezd el magosítani. Ó, várj, van két magom. Jó, azért vártam vele, hogy meglássuk, hogy te hogy állsz. Mindeközben a macska feszegeti a monitoráványnak a határait. Az előbb konkrétan úgy túrta be magát a monitor alá, hogy tudjátok, izén van ilyen, a nagy főmonitoromat azt ilyen négy kar fogja be, mert nem vez a kompatibilis. És ebbe a négy karba így kicsit így megdöntötte a monitort, ahogy így alatta így elkezdett így tekergőzni, meg így beigazodni, hogy hogyan feküdjön oda. Nagyszerű. De minden rendben, kiesni nem tud, csak pont láttam, hogy volt annyi mozgástere, hogy így... Jaj, egyszer átcserélem majd a monitoraimat én is ilyen állványos rendszerre. Miért neked nem állványom van? Nekem a saját talpaikon állnak. Nálam is egyébként. Mindegyik, de nagyon én mióta vettem elég nehéz. Mióta vettem egy állványt, ami egyébként lehet, hogy az asztalom előbb-utóbb össze fog szakadni, de majd meglátjuk. Jó, nem akarom megnézni, hogy mekkora a görbülete, de ilyen végtelen tér nyílt az asztalomon azóta. Végtelen tér, komolyan. Én és végre a macska ide tud azért feküdni. Szeretném, mert hogy ez ráadásul egy nagyon nagy asztal, ahol vagyok. Nem ülni, lehet, hogy meg is rendelem most már tényleg, mert alapvetően nem ülni, van rá büdzsé, csak feküdni, azon, hogy lássam a játékot. Valamit játszanom kell, meg gondolkoznom kell a dolgom, mert két monitor, tehát én nagyon szeretném, ha meg tudnám a lehető legkevesebb karral oldani, nem mindegyik egy külön kart kap, hanem whatever, és... Hát ugye nekem három monitorom van. Ja, nekem egy állványom van a kettő. És arra azt szeretném, hogy a lehető legtöbbet egy állványra tegyek, és valószínűleg azt fogom csinálni, hogy a függőleges, meg a 16-9-es menne egy állványra, mert az viszonylag könnyű, viszont nekem van ugye egy 21-9-esem, ami önmagában nem tudom pontosan, hogy milyen állványra lehet felrakni. Uh-huh. Szóval, hogy az, ami az valószínűleg egy külön saját kart, ha kap, akkor gondolom annak működnie kéne. I guess. Nem tudom megmutatni, Pinky, csak hogyha ide jön. Nem lehet azon gondolkozok egyébként, hogy én ugye krónbetegként ha ide ül a monitor elé, az adom jelentős részét, én az OBS-en nézem a gondolkozok játékot. Rajta, hogy az idei visszatérítésemből lehet, hogy lecserélem a monitoraimat egy darab ultrawide-ra. Én nem vagyok erre hatalmas rajongója egyébként annak. Tehát én így személy szerint, most nyilván lehet, hogy nálad ez a jó megoldás, hogy tehát én nekem az a tapasztalatom, hogy stream tekintetében nem praktikus az egy monitor a több helyet, még akkor sem, ha az egy monitor széles. Hát én nem is, hogy mondjam, én tudom, hogy streamben nem jó az ultrawide, de én egyébként is a blogban békésen játszok, meg mindent szét tudok szedni egy képernyőn. De nyilván ezt úgy tervezem, hogy még ha be is szerzem hogy ultrawide-ra... Hogy te ablakban játszol videójátékokat? Hát általában nem, de hogyha ultrawide-ra váltok, akkor nagyon szívesen. Hát én borderless window-ba játszom őket. Oké, okay, de a borderless window és a window nem ugyanaz. Hát igen. Jó. Én alapvetően rendben vagyok azzal, hogy szétszórjam egy képernyőn a dolgokat ablakokban, engem nem zavar, ha ablakban játszok. Én nem vagyok abban, annak örülök, hogy te rendben vagy. Én abban nem vagyok teljesen biztos, hogy a stream technika ezzel rendben igen, van. Igen, tehát, ez a window ez capture a... szerintem nem... Tehát a Full HD streamet, amit mondjuk nem szeretné, nem tudom, hogy te szeretnél a Full HD streamet, de a Full HD streamet úgy, hogy mondjuk veszel egy Full HD-s magasságú ultrawide nem, monitort, Mati, és nyilván, ingyen ha volt. Ezt egy 4K-t kérdését bármi mást, akkor ez nem lesz probléma, de hogy az ablak belül nem lesz Full HD-s. Felháborító. Vágom.
Szóval, hogy én szerintem nem nyersz vele semmit. Hogy ja, őszinte legyek. Ezen majd még agyalok, mert két dolgot szeretnék elég egyébként. Utólag kiváltott. Kicsit csökkenteni akarom az audiovizuális zajt, mint az agyamba tömök. Add vissza a pontodat, jó, és holnap, vagy legközelebb kábel setupomat. Ahhoz sok sikert. Most rendeztem át a kábelezésemet. Jóisten, itt olyan mennyiségű kábel van, hogy ilyen hármas elosztók a hármas elosztókból. Úristen, képzeljétek el, hogy... És a PlayStation-nek még nincs áram egyébként, tehát az nem kap áramat. Képzeljétek el, hogy mikor meglett a monitorálvány, plusz az új internet, plusz az új mikrofon, akkor be tudtam mindent úgy setupolni, hogy nem kellett a teljes kábelezést szétszedni. És ez akkora achievement, meg annyira ilyen, hú, jó, amikor tudjátok, így láttam, hogy mindent el tudok úgy húzni pont, hogy megfelelő, és nem kell szétbontanom kötegeket. Hát itt nálam itt nagyon, szóval itt nagyon kemény vonalas kábelvezetés van. Tehát az asztalom alatt van egy ilyen hálós kábelvezető, ahol tényleg annyit kell csinálni tőled, hogy betuszkolom, és gyakorlatilag jó lesz. Hát az a határaira van feszítve, tehát hogy azt már így két kézzel húzom át, olyan elosztó kombinációk vannak, de egyébként csak például a kilájtoknak amekkora adaptere van, tehát csak fizikailag maga az adaptere, szerintem legalább 10x5 centi. Iszonyatosan nagyok, nem is értem miért. Nincs nagyon semmi értelme egyébként, de hogy... Szóval, hogy iszonyatos, ami nálam az áramból megy. És akkor tudjátok, próbálom megcsinálni azt, hogy az egyik oldalról jön egy konnektor, meg a másik oldalból, de amikor rájöttem, hogy egyébként mind a kettő konnektor ugyanazon a fázison van, tehát majdnem tök mindegy. Elvihetem az ókrezinünket, amink vannak közösben? Aha. Iszonyat, nagyon durva. Hát én addig soha nem akarok eljutni, mint te. Jó, ja, de értékes számítógép, három monitor, igen. Az összes többi, tehát mind a két kamerának külön adaptere van, a hangkeverőmnek külön adaptere van, a fejhallgatómnak külön adaptere van. No freaking way, man. Érted, és akkor... Van egy nézőm, aki rendszeresen figyelmeztet a mai streamben, hogy toljam a reklámszünetet neki. De kedves. Ja, az hát legit, hogy most már 10 percenként kéne nyomogatnom az adgombot, hogy ne kapjanak priót az emberek? Nem. Az jó, mert nálam... Attól függ, milyen hosszú reklámszünetet tolsz. Én 3 perces reklámszünettel, ja, az ja, a 30 perc a reklámmentes. Ja, 30 perc? Igen, 60 perc. Hát aztán azzal valószínűleg, azzal 10 perc. Bra. Mert eddig, 21 perc volt, és az időzítőm úgyis volt beállítva most Stream Deck-en, de egyszer csak kidobta, hogy 10 perc. Nyugalmad van közvetítés előtti adokkég. Nagyon jó. It's great. Most, hogy beszéltünk erről, amúgy azért kicsit hátrébb gurultam, és megnéztem, hogy áll az asztalom görbületét tekintve, és egyelőre nem úgy néz ki, mint ami hamarosan meghalna, de hogyha én ennél több dolgot ide akarok rakni az asztalra, akkor lassan egy új asztalt kell vennem. Na, legalábbis, na, az, mert ugye, mert nekem ilyen, nekem is hatalmas, mert nekem 2 méter széles, tehát hogy nagyon jó. A nagyobb asztal az valószínűleg azért kell, mert nekem egy IKEA-s asztalom van. Tehát, hogy az asztallap maga, az gyakorlatilag kartonpapír van benne. Ami nagyon-nagyon teherbíró, nem arról van szó, csak... Akkor annyira nem teherbíró. A karton? Hát... Meglepődnél. Ha megfelelő mintázatban van rakva, akkor azért az nagyon durván teherbíró. Ezt abszolút értem, de hogy mondjuk egy full rendes fa asztallap, érted? Na, pont azt akarom mondani, hogy valószínűleg egy full teljes fa asztallapba kell akkor... Aj, ne! Akkor abba kell majd befektetnem, mert ez tényleg el tudom képzelni, tehát hogy volt már olyan része, ahol egy icipicit így beljebb szakadt, ha túl erősen raktam rá a karton az, ami ha elkezd beszakadni, akkor... Ja,
akkor viszont brutálisan sérülékenyé válhat, nem? Mert igen. Mint, hogy... ja. Igen, ha az egyszerűen indul, akkor annak vége. Ja. Azt viszont mondjuk, hogy a PlayStation 5-nek honnan fogok áramot adni, azt még nem feltétlenül tudom. Tehát ha hirtelen szeretnék PlayStation 5-ről streamelni. Tudom, the heavens. Én már olyanokkal kísérlek. Ja, de eleve szarul vannak az áramköreitek, nem? Nálunk nagyon. Tehát, hogy nem, nem tudod máshonnan behúzni. Nem tudom, nem, az összes többi konnektor ugyanez a fázis. Tehát, hogy húzhatom messzebbről. Illetve van egy ilyen gondolatunk egyébként, csak nyilván kérdés, hogy mennyire akarjuk ezt, mert Hunter, te is voltál már bennálunk, de nem tudom, hogy ettől mennyire emlékszel, mert azért nem... Én elég jól emlékszem benne. Szóval, hogy a konyhában a fürdőszobajtó melletti konnektor egy másik. Ja. Tehát onnan kéne elhozni az áramot idáig. Nehezen találnál annál szarabb helyet. Ja. Hát nézd, a fürdőszobában lehetne. Az lenne egyedül szarab. Sure. De tényleg, az lenne az egyedül szarab. Free sketch. A bortermelés halad. Majd nézzük meg azért, hogy kinek mennyi pénze van, és stream vége előtt vegyük meg azt a szart. Milyen szart? Én szerintem nem fogjuk tudni ezt még előtt megadni. Miért? Mennyi pénzed van? Nekem 4,5 millió alulra. Nekem 6,5. Felülve. 12-be kezdődik. Hát akkor meg tudjuk venni igazából. Nekem meg van 800, ez remény. Az előbb is annyid volt, én azóta kerestem 1 milliót. Én azóta kerestem még 8... 80 000? 8 000? Hát várj, mert ha most akkor hirtelen pénzé teszünk dolgokat, akkor én eladom most a bort erre a kerestem 80 000. Mert nekem van még eladatlan borom viszont. Jó, még van hátra a mából. Ja, én nem úgy gondoltam, hogy in-game ma, hanem IRL ma. Ami kb. Ami megegyezik. Hasonló lenni, igen. Miért? Mennyi egy? Mennyi egy? Na. Hát kb. Negyed óra. Komolyan? Hát nagyjából igen, de hogy akkor nyilván ráhúzhatunk még egy napot, hogyha meg tudjuk venni akkor. De hogy nem fogjuk tudni, mert hogy ez meg hétfő, az meg kedd, ami azt jelenti, hogy elmegy mindenki. Kinél kell ezt megvenni az órát egyáltalán? Erre lehet, hogy ez nem személy. Nem lehet, hogy ezt építeni kell? A varázs, de szerintem az a varázslónál van. Erre megyek a varázslóhoz. Egyébként csak hogy tudd. Kerestem a farmom egészével 31 milliót. Wow, ja, de nice, ez ezt hogy tudod megnézni? Szerintem az egész farm, abban benne valami ilyen kis, igen. I'm there somewhere. Igen, abban a 30, az a 30 milliós csapat munka. Ami azt jelenti egyébként, hogy statisztikailag mindannyian kerestünk 10 milliót. Yeah. Statisztikailag ezt jelenti? Statisztikailag ezt jelenti. Na mutassad ezt az órát, jó ember. 10 millió. Ó, 10 millióba kerül. Ja, lol, küldöm is a pénzt. Jó, küldjed a pénzt. Csak pénz kell? Csak pénz kell. Lehet venni a Bélánál még. Jó, akkor megyek Louishoz. Nagyon drága. Elég, ha 5-öt küldök? Nem. 4 millió 400, nem, 4 millió 418.720 van. Küldök 6 millió. 5 millió 600 ezeret küldj. A többi borra való. Lol. És borra, érted? A többi borra való. Felbukott, árulsz-e, Tibi? Én meg sem tudom nézni. Hova fogod tenni? Mert szerintem nem csináltad meg a sztorit, nem tudom. Ó, jaj, áú, áú! Van valami küldi sorozat, a barátnőjét, vagy valami ilyesmi. Volt valami. Áú! Cseszegetnek az állataid! No, meg... Az én állat. Jaj, ó, jaj, a slime-ok! Várjál, ennem kell egy pár dolgot. Szép munka. Nem hallhatok bele. Ó, ez nem ad health-et. Valami adjon a health-et, léci. Ja, van nálam egy ilyen kaja. Csinálják a banánoddal. Egyél egy banánt. Jajjó, thanks. Na, most fel vagyok készülve, gyors leszek.
Hozhattam volna egy utat. Adtam mindenkinek, adtam mindenkinek banánt. Tessék. Here comes the money! Oké, ezt tök jó, kibírtam. Na, hol money csináljunk neki helyet? Talks. Mindjárt megbeszéljük. Hát, és ez valahova a középső izéhez építeném. De oda nem fér el. Good news. Azt jelenti, hogy akkor a farmával eltakarítod a dolgot? Hát nézd, rakhatod nem, teljesen középre. Szerintem az cool. Mert mennyi helyet foglal? Nem, páratlan, szóval nem tudjuk teljesen középre rakni. Mit szólsz ahhoz, ha elveszed a ládát, vagy elveszitek a ládát az üvegház elől, és berakom oda, és egy kicsit de nem fog látszódni. Nem hát, fog látszódni. Egyetem bűnronda, úgyhogy jobban járunk mindannyian, ha nem látszik. Túl sok cucc van benne, Hunter, segíts! Kérdés, a 100%-os szév és a farma cél? A 100%-os szév és a farma cél? Nem annyira, de vett ha az lenne, akkor ne rakjuk le az órát, Kim? Ó, ez nagyon sok dolog. Mi? Micsoda? Ha véletlenül feltételeznénk, hogy az a cél, hogy a 100%-os legyen, akkor vajon tud-e valamit Kim, hogy nem szabad lerakni az órát? Vedd fel a ládát is. Miért ne kéne lerakni az órát? De mit tudom én, lehet, hogy az valamit lehetetlenné tesz. Kizárt. Rákérdezett és highlightolta, valamiért biztos fontosnak tartja. Beszélj, Kim! Kim, ki vele? No pressure, mondom. De itt állunk, és hárman várjuk az információt. ők ott állnak, és ketten várják az információt, I really don't care. És annyit írt, hogy Igen, légy szíves, mondjad már meg. Mondd meg, hogy ez szabad-e vagy sem. Miért ne szabadna? Kell az óra hozzá, de nem ez a kérdés! Hát akkor tedd le! Tessék lerakni. Ez tényleg elég nem látszódik így tényleg. Ugye, hogy ronda? Ja. De mutatja az időt egyébként. Nem néz ki olyan rosszul. Ez egy óra. Teljesen szintén meg van rajta lepődni. Mutatja az időt. De most akkor ez mit csinál egyébként? Nem öregednek a dolgok a farmon. Ja, nem teszi tönkre a gáz, a cuccokat, meg ilyenek. Melyik ja, én egyébként fel a babot? Aki nem ültette vissza a babot? Én, mert éppen rohantam neked pénzt adni. Ah, oké, ez egy elfogadható indok. Éppen ez most küldtem neked 6 milliót, úgyhogy na. Az egyetlen elfogadható. Jó, attól, mert küldtél 6 milliót, az még nem azt jelenti, hogy félváról vehetett a kötelezettségeidet. Ó, fúba van az inventorim. Tedd vissza, Hunter, léci a ládát. Hát. Bra, valahova tedd ott le. Ott van a Viktornál. Hát, de... A láda? Amit felvettél a ládát, tudod, igen, amikor kivettünk belőle mindent. Hova raktad le? Itt van, Viktornál. Jó, az ittet nem feltétlenül értem. Gyere felem. Jövök! Itt van. Oh, nice. Nem raknád vissza? Hát de oda valahol középre, mert az a közös láda. Hát jó, de mondjuk rakhatod, nem tudom, ide. Na, adjad ide a bogyókat, nekem van időm, aztán visszaültetem még. Ó, ez így nem jó, ugye? Ez így nem, ez nem lesz az, amit keresem. Nem, nem. Így? Köszi. Fú, én nem vagyok benne biztos, hogy ezzel végzünk amúgy. Mivel? Hát nem úgy nő, ahogy ennek kéne. Vagy ez most az összeset odaadtad, ami nálad volt? Aha. Hűha. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel végzünk 7 nap alatt. Mi még mennyi időnk van? Hát 7 nap, mint ezt az imént említettem. És 209-et raktunk le. Adtunk le. Az 500-ból. Az 500-ból. Az baj. Az baj. Lehet, hogy többet kéne ültetnünk. Nem tudom. Értsem az epremet? Dehogy is, lol. Tök mindegy. Szuper, szuper jó fej vagy, de dehogy is. Hát de bra, ez nekem is jó, oké, ez a quest. Hát oké, de hogy millió más hely van, igazából viccből a te kertedben ültetjük. Ott vannak a disznók, azok között is ültethetnénk. Hát nem hangzik, hogy nagyon biztonságos övezetlen.
Egy kicsit én is aggódtam, de azt hiszem egyébként a múltkor abban egyeztünk meg a csettel, hogy nem... Nem túrják ki. Nem túrják ki. Au. Hát, no. Csak az a kérdés, hogy most hirtelen elültetjük, még abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy elegendő. Na, én ezt egyébként egyedül nem sikerült megcsinálnom, ezt a küldit. Ja, de nem vagyunk puhányok, szóval technikailag meg tudnánk még csinálni valószínűleg. Ja, raksz mindegyik alá gyorsítót, ugye? Én rakok mindegyik alá gyorsítót, persze. Uh-huh. Meg rakok, rakok öntözőket is. Uh-huh. Ja, hát nézd, elkezdek itt kihasítani helyet a... Hey, you know what? Az istállóknál. Ó, kicsit félve kérdezem, Hunter, ezt ennek, ezek, ennek csinálod ezt a helyet, ugye? Igen. Jó. Hát, én elkezdtem beültetni aztán. Hát nyilván. Nem tudom, így elkezdted másnak, én meg elfoglalom, az nem egy szép dolog. Ezt nem lehet. Ide is jöhet. Miért nem most csináltam, amit szeretnék? Visszarakom, mert a fal mellett itt nem lehet úgy sem. Jó, mert mondjuk azért ennyi magunk most így hirtelen nincs. Hát van nálad gyümölcs, nem? Van, hát csinálom. Csak közben ugye én pakolom a locsolókat is, meg én meg a izéket is. Add ide a locsolót. Jövök. Adom a locsolót. Jövök! Hova került a közös láda? Sehova. A, ide. Ott van az út mellett. Itt van. Itt. No! Adod a léci a locsolókat. Leraktam a locsolókat, és leraktam a izéket is. Ja, Viktor, a hypergrowth dolgokat, és csinálom a magokat. Ez minden irányba kettő, ugye? Az minden irányba kettő, bizony. És leraktam vagy 440 ilyen super speedy boy thingit. Speedy boy. Speedy boy! Okay, akkor ezt kívül. Elkezdtem nézegetni a feeteket egyébként a karakteremhez, hogyha esetleg human variant akarnék játszani. Hogy... És van a Speedy Boy feat, ez azért elég laza. Micsoda? Hát, amitől 10 plusz 10 extra movement ja, speed-en van. Nem is tudom, milyen neve ennek. Hát Speedy Boy, Speedy González, és nem is ez a durva, hanem az, hogyha valakit megütök, vagy megpróbálok megütni, nem kell megütnöm. Ha valakit megpróbálok megütni, annak onnantól nincs opportunity a taki ellenem, ha távozom. Nice. Tehát az lenne aztán a és mindenki csak kap egy maflás. Jó, mobile feed, az lesz az. Speedy Boy. Speedy Boy. De kérdés, hogy mennyire akarok speedy lenni. Hát nézd, rásztekkeled meg a Mongboy movement speed, aztán... Igen, de akkor tudod, érted? Lehet nem. Lehetne Wood Elf is. Egy-kettő. A backstory elég erős ahhoz a humanra, hogy... Igen, sajnos igen, de, hogy, de hogyha még annak is a kis speedy boyságát ráraknánk, akkor onnantól kezdve tényleg fénysebességgel támoznék annak. Subclass néztél már? Néztem, folyamatosan nézem a subclassokon. És hát majd döntök. Jó. De az Astral, Astral Tingi az, ami jelenleg a leginkább tetszetős. Mm. Az mit csinál? Astral kezeket növeszt, ha szeretne. Emlékszel az Infinity Warban, amikor Dr. Strange így előidézte a karjait, amikor Thanos ellen harcolt egy V1-be? Igen. Na, azt csak ez egy munk. Azt csak, na, okay. Igen, ez nem varázsol vele, hanem pofoszkodik. Ütni fog. És az az igazán vicces, hogy távolabbra. Tehát, hogy plusz 5 feet van a range-ére, szóval így meglehetősen távolra pofoszkodik. Na, készülj már el, nincs erre időm. Köszönöm. Gyere, leraktam. De ne. Én meg megiszom a kávét. Go! Ó, oh, hogy ennyi az idő. Rohanj! Rohadtul rohanj! Itt de én leraktam hát több... Nem tárágyáztad be a dolgot, hát az ég álljon. Jövök! Jövök! És hol van a tied? Hát átmentem a malacokhoz! A malacokhoz, no! Hol jövök? Jól szerettem! Jól bekávéztam magamat az összeesésbe. Nem tudtam, hogy ilyen ki
késő van. Azt még be tudom ma gyorsítózni, vagy már nem? Még tudunk, nem ültettem semmit egyébként. Az, hogy gyorsítóból megnő-e, na az majd a következő streamben kiderül. Jaj, tényleg végeztünk. Igen, végeztünk már. Végeztünk már. Jó. Nagyon, nagyon tervel kell készülnünk legközelebbre, úgyhogy chat, léci, jegyezzétek meg, hogy jövő héten, amikor ideülünk, és az történik, hogy mit is csináltunk, akkor legyen valaki, légy szíves, aki ide backseat-eli, hogy hol tartunk, és mit kell csinálnunk az, hogy ne halljunk meg. Legutóbbi session, nem? Igen. Ez nagyon-nagyon fontos most a legutóbbi session-t átbeszélni. Nagyon. Szerintem... Ez egy fantasztikus tárgyúvelizés volt. Igen. Ez volt. Igen. Szerintem jót játszottunk, és jót is beszélgettünk. Én élveztem eléggé. Én is, mind a kettőt. De hát jövő héten találkozunk legközelebb. Hát sztárjúvelivel igen, de hogy Vikivel pedig mi együtt propnightozunk csütörtökön. Ja, tényleg ti még fogtok. Igen. Együtt, és előtte mást is csinálunk együtt. Yes. Ez most értelem nagyon misztikus volt, és... Nagyon, de nem. Leszünk egy videóba ketten együtt, de igen, majd meglátja mindenki. Igen, megyünk szerepelni videóba ketten együtt. Igen. Azért nem lesz stream. Ja. Illetve ha nem sikerül a Siege, akkor meg washing machine szimulátorozunk is. Igen. Azt tök jó. Jó, de a lényeg, hogy jövő héten mind a hárman találkozunk Stardew-ra is, meg jövő héten D&D is lesz, sárkányjelés! De még az még másfél hét, szóval még nem most pörögjünk rá, igen. Na jó, van srácok, jó éjszakát, jó pihenést! Jó éjszakát! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ma este. A Stardew-veli az általában ilyen, hogy ülünk és beszélgetünk, és jól érezzük magunkat. Ezek nem az ilyen, nem tudom, hardcore gaming session-ök általában, hanem csak így, jaj, de jó, így vagyunk. Úgyhogy, mi lesz még a héten? A héten kérlek szépen benneteket, egy csomó minden fog történni. Holnap 10-től találkozunk itt, és egy kicsit simszezni fogunk, mert nagyon-nagyon kedvem van hozzá, ugyanis legutóbb létrehoztunk egy új karaktert, akiből streamer lányt fogunk faragni, úgyhogy holnap délelőtt azzal fogunk foglalatoskodni, 10-től 1-ig, de szigorúan csak 1-ig, mert utána mennem kell a szuper titkos, véletlenül sem Harry Potteres projektünkre Viktorral. De holnap reggel nézzétek meg az Instagramot is, mert kint lesznek ezzel kapcsolatban dolgok. A szerdán találkozunk 3-kor, akkor pedig egy kis Planet Zoo lesz, és a délután 3-kor kezdünk, akkor addig zúzhatjuk a planetet, ameddig kedvünk van hozzá. Csütörtökön pedig 10-től ritussal fogunk simszezni, ugye régen mit csináltunk egy olyan... Régen, oké. Okay. Tavaly elindítottunk egy olyan challenge-et, talált ki Ritus, ami zseniális, hogy mindketten ugyanazt a helyet rendezzük be, és közben nézzük egymásét is, és inspirálódunk, és a végén megnézzük, hogy ki hogyan csinálta meg azt az adott szobát. Csütörtök este prop night lesz, ott lesz Viktor, meg Dave, meg Kaci, meg Zsóti, meg én fogunk prop nightozni. Pénteken 9:30-tól lesz a Pod of the Morning Dave-vel, ugye most már péntekenként van idén, és péntek este, hogyha véletlenül nincs a mit tudom én micsodája Viktornak, akkor még Power Wars szimulátorozni is fogunk, szombat este pedig meglepetés stream a Fun with Geeks-em. Szóval tele van a hét, nagyon izgi, szuper dolgokkal. Nem tudom, miért mondtam végig, nem szoktam végigmondani. Mondjuk már hétfő van, úgyhogy így végigmondtam, akkor ezt így megtarthatjuk. De egyébként Discordon mindig ott van... Discordra igyekszem nagyon sokszor kirakni. Maradjunk ennyiben. Hova menjünk, srácok? Nézzük meg a csúnya bácsit. Csúnya bácsi ott sincs. Mi történt? Ott van valami, ami nem tudom, hogy micsoda. Valami nagyon furcsán van. Kamerájával kapcsolatban. Imi, menjünk inkább Imihez. Jaj, de jó, Kim, hogy észrevetted, mert én nem is figyeltem, hogy Imi streamel. De nagyon jó, mert Imi ráadásul Captain Toad Treasure Tracker-rel játszik.
Úgyhogy adjátok át üdvözletünket Iminek, és mi pedig találkozunk holnap 10-kor. És még mindig nincsen outro képen, meg videón, meg ilyesmim, szóval. Bye? Azt hiszem... Ó, van, amit megnyomhatok, várjatok, megnyomok egy olyat, hogy mindjárt folytatjuk, de nem fogjuk folytatni, hanem sziasztok!